hajtását. Az emlékmű az 2014. március 23-án egy flashmobból vette kezdetét, az volt az alapötletünk, hogy azt a helyszínt, ahol ez az emlékmű felállítására volt tervezve, ezt a helyszínt ezt elfoglaljuk egy szimbolikus gesztussal, arra kértük a budapesti polgárokat, hogy jöjjenek oda és hozzanak oda személyes emléktárgyakat. Ezek a tárgyak mind a mai napig ott vannak ezen a helyszínen, és tulajdonképpen sikeresen sikerült megakadályozni a szabadszállítását, nem, de az emlékmű szalvatását, emlékműként való funkcionálást. Igen. És ezért tulajdonképpen azóta, amióta ez a dolog most már több mint 7 éve elindult, azóta folyamatosan jelen vagyunk a téren, 640 valahány beszélgetést folytattunk le az évek során, az elején minden nap, aztán ritkulóan alkalmak, tehát az alkalmak természetesen ritkultak, de azért mégis folyamatosan ma is jelen vagyunk. És ez a beszélgetés sorozat most már másfél éve online zajlik, úgyhogy így került sor a mai beszélgetésre is. Most ennél többet most nem mondanék, mert különben rengeteget mindent lehetne. Még egy dolgot azért jegyezzek meg, mert fontosnak tartom, hogy azokat a tárgyakat, amelyeket 7 éve ezelőtt ott leraktak a budapestiek, azokat azóta folyamatosan őrzi az Eleven emlékmű szellemi közössége, illetve a Szabadságszínpad aktivista közössége. Ők gondozzák a tárgyakat leginkább, ők tisztogatják a helyszínt, és pótolják az időnként megrongált, vagy az időjárástól megrongálódó emlékeket. Tehát mind a mai napig ott van Budapest kellős közepén egy nemzetközileg ismert ellenállási pontja a városnak. Na, ennyi elég, ugye? Vagy szóval, hogyha úgy mondom... Sosem elég, de így, hogy ez egy ilyen előre meg nem beszélt intro volt, szerintem bőven elég, és köszönjük is szépen. Egy dologra kérnélek, valószínűleg nem csak én érzékelem, úgyhogy néha betorzol a mikrofonod. Ha tudod, akkor kövezd, vagy ha tudsz, akkor ügyelj rá, hogy viszonylag kevesebbet mozgasd. De többször jó, mint nem, de majd fogunk szólni. Oké, köszönjük szépen, András. Most egy picit még, és talán nem utoljára nálam a szó, jelzem, hogy 55-en már vagyunk, és a Facebook stream, az élő stream is elindult, hogy ott mikor mennyien vagyunk, azt nem túl sűrűn, de néha fogom szintén mondani, és mindenki más is nyugodtan riasszatok, aki valamiért nem Zoom képes vagy konform, de Facebookon igen, hogy Facebookon is követhetni ez a beszélgetés. Kellemes estét! Jó, hát akkor most akkor kvázi hivatalosan is házigazdaként is hagy köszöntselek benneteket azért abból az alkalomból, hogy itt vagytok újra. Moderátor társammal, vagy házigazda társammal, Béndek Ábrissal közösen, fiatal generációt képviselő Béndek Ábrissal közösen fogjuk ezt a beszélgetést ma házigazdaként vezetni. És rögtön azzal, hagyj kezdjem azzal, hogy a mára meghívott vendégünk Csepeli György professzor, szociálpszichológus, az ELTE professzora, akit közismert, ahogy mondani szokták, public intellectual, tehát a nyilvános ügyekhez hozzászóló értelmiségi szakértőként is hívtuk meg egy olyan kérdésben, amelyhez nálánál kevesen értenek jobban, és ami viszont azt gondoljuk, hogy nagyon is érdekes beszédtéma, ez pedig a szimbolikus politikának, a köztéri politizálásnak, a szimbólumokkal való politizálásnak a jelentősége, fontossága, a hatásmechanizmusa, hogyan is működik ez, mit lehet ezzel kezdeni, hogyan is kell a politikai harcokat szimbolikus téren megvívni. Szóval olyan kérdések, amelyek bizonyos értelemben az Eleven emlékmű identitásához tartoznak, hiszen mi magunk is egy szimbólum körül gyűltünk össze, egy szimbolikus győzelmet arattunk azzal, már bocsánat, hogy önmagunkat itt fényezem, azzal, hogy nem engedtük átadni ezt az emlékművet. Az emlékmű nem funkcionál, mert a szimbólum nem tud szimbólumként érvényesülni. És ez
ez egy érdekes kérdést vet fel, hogy hogyan is kellett tulajdonképpen a szimbólumokkal megbirkóznunk. Ezt fejezi ki a mai beszélgetésünk alcíme, hogyan is küzdjünk meg a szimbólumokkal. A szimbólumok ugyanis hatalmi erők, hatalmat képviselő mozzanatok, amelyekkel nagyon eredményesen lehet háborúkat vívni, és hát azt látjuk az Orbán kormányzat közvetlen tapasztalatot nyújt a számunkra ebből a tekintetben, hogy nagyon is hatásosan lehet szimbólumokkal politizálni, ők intenzíven játszanak ezzel az eszközzel, és hát már így történt ez a 90-es évek elejé óta, amikor felismerték, hogy ez milyen jelentőségű kérdés a politikában. Ugye két aktuális pontunk is van, az egyik a budavári turulszobornak a története, amely újra és újra előkerül a nyilvánosságban. Épp a legutóbb, ugye Ács Dánielnek a dokumentumfilm, 444-en megjelent dokumentumfilmje hozta újra, került újra napirendre, és ezért is kezdtünk el azon gondolkodni, hogy erről beszélnünk kellene ebben a körben. De és a másik ügy, amik még frissebb dolog, ez a Black Lives Matter mozgalom szimbolikának beszüremkedése Magyarországra, a magyarországi szimbolikus politikai térbe. Ugye Szalai Péter emlékezetes szobrának a ledöntése és az akkor kialakult polémia szép példája annak, hogy hogyan is működnek a szimbólumok, hogyan is vannak újra, és jelentkeznek újra és újra be a mindennapi életünkbe is. Most én azt gondoltam, hogy én csináltam egy ilyen kis rövid prezentációt, és hogyha nincs ellenetekre, akkor ezt gyorsan lefuttatnám itt, hogy mégis tudjuk, hogy miről beszélünk, mert egy kicsit összefoglaltam ennek a két történetnek azokat a tárgyi tudnivalókat, amiket erről, hogy a beszélgetésünk azért kapcsolódjon is a tárgyhoz, és nem tudom, most kérdezem, hogy látjátok-e a képernyőt. Nem tudunk mindannyian válaszolni, de elhiheted nekem, hogy igen, jó. Ki látja. Jó, akkor én most ezt nagyon gyorsan, végigpörgetni, hogy ne húzzuk ezzel az időt. A történet, a turulszobor története 2005 tavaszán kezdődött, amikor a 12. kerületi önkormányzatban az akkori polgármester, fideszes polgármester Mitnyán György tett egy javaslatot arra, hogy a II. Világháború hegyvidéki áldozatainak állítsanak emlékművet. A Böszörményi út, Istenegy út sarkán, és ide egy turulszobrot álmodtak, csőrében kardot tartó, kiterjesztett szárnyú óriás madarat, majdnem 5 méteres a fesztávolság a madárnak, de a beterjesztett javaslatot a fővárosi közgyűlés elvetette, és annak ellenére, hogy nem volt rá engedély, 2005. október 22-én mégis átadták egy ismeretes, emlékezetes politikai tüntetésnek a keretében. A Jobbik, az akkori szélső jobboldalt képviselő Jobbik árpácsával, zászlókkal és jelentős tömeg jelenlétében vette birtokába a hivatalossá tett, de voltak éppen engedély nélküli szobrot. Ez Snecsányi Boldizsár szobrászművésznek a munkája, így néz ki ma, amikor csak úgy önmagában lehet látni. A kardos turul motivuma az az első világháború óta a katonai hősi emlékműveknek a része volt. Az országban sok száz ilyen emlékmű áll, aminek tehát a turulmadár mellett egy névsor is a tartozéka, és ugyanez történt a felvidéki önkormányzati szobor esetében is. Ide tettem egy idézetet abból a beszédből, amelyet 2009. június 13-án Pokorni, akkor már 3 éve a kerület polgármestere tett a Fidesz kongresszusán, amikor is ugye élesen már kibontakozóban volt a vita a Turulról, pontosan évek óta tartott a vita, sőt a pereskedés is évek óta tartott, amikor így nyilatkozott Pokorni. Kérdés, hogy szabad-e az oly kevés közösséget teremtő, múltunkat hordozó szimbólumok között kidobni egyet, a nemzeti szint, az Árpád-háziak sárjait,
vagy akár a turulmadarat azért, mert volt 25 év, amikor ezt meggyalázták. A történelem összeköt minket, a történelem nem a múltról szól, a történelem a jelenben ad közösségi erőt, és a jövőt teremti meg. Ezért marad a turul itt a kerületben, amíg én vagyok a polgármester. Mondta büszkén Pokorny, és vastaps kísérte a szavait. Utóbb 2020-ban kis apró betűkkel oda tettem mögéje, mert így tartom korrektnek Pokorny mai álláspontját erről. Ma már sajnálom azokat a szavaimat, meggondolatlan nagyképű kijelentések voltak, hogy amíg én polgármester vagyok, stb. Nincs erre mentség, talán csak annyi, hogy egy ilyen harctéri vakságban szenved az ember. De a harctéri vakság, ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, talán még erről érdemes lesz később beszélni. A viták, ahogy a szobrot felejtették, rögtön kipattantak, részben a szimbolika, részben a ráírt neveknek a kapcsán. De igazából föllángolni ezek a viták 2016 után kezdtek, amikor Zoltán Gábornak megjelent az Orgia című regénye, majd ezt három évvel később egy Szomszéd című második, Orgia előtt és után Szomszéd című második kötet is követte. Ez a regény ezen a környéken, tehát a Városmajor környékén lezajlott, 1944 telén lezajlott nyilas pogromoknak a megdöbbentő irodalmi összefoglalása volt, ráadásul rendkívül aprólékos tárgyi kutatások előzték meg, tehát ez gyakorlatilag egy dokumentumregénynek tekinthetők Zoltán Gábornak a munkái. Itt kezdtük el a közvélemény kapizsgálni, hogy mi is történt voltak éppen 44 őszint elén ezen a helyen, ahol ezt a szobrot is felejtották. Ugye a szobor közvetlen környékén, a mellette lévő vízműveknek a területén, az Alma utcai szeretett otthonban és zsinagógában, és a Maros utcai kórházban, illetve van egy másik, amit most nincsen képem, ami a Bíró Dániel kórház volt a Városmajor utcában, Városmajor utcában, igen, tehát ezeken a helyszíneken történtek azok a szörnyűségek, amelyekről az Zoltán Gábor... Alma utcára gondolsz? Tessék? Alma utcai intézményre gondolsz? Az is itt van, igen. Na mindegy, most nem akarom az időt ezzel húzni, a lényeg az, tehát szörnyűségek történtek itt a környéken, és ezeket rendkívül aprólékosan föltárta ez a regény. Illetve még egy érdekes fejlemény történt, nevezetesen az, hogy kiderült 2019. októberében megjelent a Mozgóvilágban Rab Lászlónak a Pokorny József kabátja című tényfeltáró tanulmánya, amelyből az derül ki, hogy az emlékmű oldalán a nevek között szerepel egy Pokorny József nevű ember is, aki történetesen Pokorny Zoltán nagyapja, és akiről kiderült, hogy hát tulajdonképpen nyilas keretlegényként irányította a tömeggyilkosságokat. Ez nagy feltűnést keltett ez az írás, olyannyira, hogy rögtön utána Pokorny sem tudott már csendben maradni, elismerte, hogy valamit kezdeni kell az emlékművel, és kiküldött egy történet szakbizottságot, amelynek három tagja, Csegergő Vendegúd, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, Kovács Tamás, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója és Ungvári Krisztián történész voltak. Ők nézték végig az összes nevet, ami az emlékművön megjelent, és találtak négy olyan nevet, közöttük Pokorny Józsefét is, akit kifejezetten elkövetőként, gyilkosként lehetett, a tömeggyilkosságok cselekvő résztvevőként lehetett beazonosítani. És egyébként még egyéb megjegyzéseik is voltak a listával kapcsolatosan, amit szintén nyilvánosságra hoztak. Ennek következtében Pokorny apjának, nagyapjának a nevét 2020. januárjában le is vetette a polgármester az emlékműről. És utána jött idén év elején Ács Dánielnek a döbbenetes dokumentumfilmje a 444-en, amely először tette nagyon plastikusan hozzáférhetővé valamennyiünk számára, hogy mi is történt voltak éppen ezen a helyen, és hogy ez az emlékmű, ez volt bizonyos értelemben a centrumában a filmnek, az emlékmű a kellős közepén van egy olyan térnek,
és emlékezt, és állít emléket azoknak a katonai hősöknek, akiknek a legalábbis ez az eredeti dedikáció szobornak, akik nagy mértékben elkövetői is voltak ennek a szörnyűségnek. Úgyhogy ebből pottant ki tulajdonképpen a mai beszélgetésünk is, ennek a filmnek az apropóján került újra a napirendre a dolog. Annyi történt azóta, hogy Pokorni időközben, ugye volt egy javaslata ennek a bizottságnak, hogy hogy alakítsák át a II. Világháborús emlékművet első világháborús emlékművé, mint ahogy említettem, az első világháborúban ez az emlékmű típus, ez egy elterjedt dolog volt, és ezzel lehetett, ki lehetett valami húzni a méregfogát, amennyire egy ilyen méregfogat ki lehet húzni, de végül is úgy döntöttek, hogy egy új II. Világháborús, nincs döntés arra, hogy mi fog történni ezzel a szoborral, egyelőre ott marad, de hogy létre fognak hozni egy új emlékművet a Maros utca és a Csaba utca sarkán, ez az önkormányzat pillanatnyi álláspontja, még ebben az évben állítólag ez meg is fog épülni. A második történet, az pedig a Ferencvárosi Önkormányzatnak a Public Art pályázata, amelyről azt kell tudni, hogy 2020-ban írták ki, hogy idén április 1 és május 31-e között a kerületben megadott 6 különböző helyszínen olyan műveket vártak, amelyek valamilyen módon a nyilvánosság nyilvános terekhez kapcsolódnak, kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközének segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet orientált közönséget megszólítani. Itt látható a helyszínek, amiket az önkormányzat erre a célra átmenetileg ideiglenesen a kortárs művészetnek a rendelkezésére bocsátott. És hát akkor a vitatott mű Szalai Péternek a munkája, amely a Prizma címet kapta a keresztségben. Mint látjuk, ez egy 1 méter magas, tehát tulajdonképpen igen alacsony nyomtatott szobor, tehát elektronikus eszközökkel létrehozott szoborról van szó, mesterségesen nyomtatott szoborról van szó, amelyik a Prizma színeivel van beszínezve, és egyébként pedig hát nyilvánvalóan a New York-i Szabadság szobornak a figuráját idézi, azzal a különbséggel, hogy a figura egyrészt térdel, másrészt a jobb kezében nem a Szabadság fáklyáját, hanem a ökölbe szorított kezét tartja. Nyilvánvaló a Black Lives Matter mozgalom szimbolikáját követi, amit két képet tudok reprezentálni, hiszen a Black Lives Matter nem egyáltalán csak a feketék, és hát ugye sportolók szokták demonstratíven ezt futballmeccseken bemutatni, hanem civilek és fehérek is, nők is, és mindenféle civil, aki valamilyen szempontból azonosulni akar ezzel a szabadság szerető mozgalommal. Na most ezzel a szoborral történt az, ezt most nem is tudom képeken megmutatni, hogy a magyarországi szélsőjobb média megmondó emberei, illetve a Mi Hazánk mozgalom vagy párt politikusai meghirdették ennek a szobornak az azonnali ledöntését, miért felállítják, tehát előre be volt jelentve, hogy ezt meg fogják tenni, és részben Szalai Péter azzal a tudattal is tette ezt, épp állította is fel a szobrot, hogy ezt úgyis le fogják dönteni, és ez be is következett. Egy fél napig sem állt a szobor a helyén, hanem összetörték, és mind a mai napig egy rendőrségi szalagokkal elkerített hely ennek a szobornak a helyszíne. Na, hát ennyi tulajdonképpen a matéria, amiről beszélgethetünk, és akkor azt kérem a vendégünktől, Cseperi Györgytől, hogy hát fűzze hozzá az első kommentárokat, aztán nyilván bele mehetünk különböző, vajon jó ez a kérdésfeltevés, érdemes erről így beszélni, lehet erről így beszélni, ahogyan itt felvezettem, tehát hogy egy kicsit próbáljunk beszélgető helyzetet teremteni.
Jó, hát először is nagyon köszönöm a belém vetett bizalmat. Nem tudnám teljes egészében elfogadni azt, hogy én vagyok most itt a legkompetensebb szakértő ebben a kérdésben, hiszen György Pétert említhetném, Gerő Andrást vagy Zombori Mátét, akik legalább ilyen joggal részt vehetnének, nem is ártott volna talán egy ilyen panelbeszélgetés, hogy ne csak az én szavam hallatszék. Azt kell mondjam, hogy nagyon időszerű és nagyon, nagyon jó volt a bevezető, és tulajdonképpen ennek csak örülni lehet, mert végre elindul egy olyan közbeszéd, amely megtöri a hallgatást. És most emiatt nem kell kétségbe esni, hogy itt a legkülönbözőbb vadhangok is megszólalnak ebbe a kórusba, de az a puszta tény, hogy kikerül a nyilvánosság fényébe. Ez a sokáig, most elsődlegesen a turó problémáról beszélek, majd utána a másikra is rátérek, ez a sötét, ez a sokáig, hát tulajdonképpen nem látható igazság. Mert azért ez ott volt az igazság. Hát Mésző Miklósnak, aki olvasta a film című kis elbeszélését, ott már érezte, hogy itt valami nem stimmel ezzel a Városmajor vidékkel. A Pele János jóval korábban már leírta ezeket az eseteket. Nem beszélve arról, hogy annak idején ez egy nagy portfelverő esemény volt, hiszen a elkövetőket odavitték a exhumálás helyszínére, és szembesítették a holttestekkel, amelyek még nagyon frissek voltak. Tehát itt egy elfojtott, elsüllyesztett Atlantisként a mélybe számüzött emlékről van szó, ami nagyon jó, hogy előjött. Nagyon jó, hogy előjött, mert végre lehetőséget teremt arra, hogy az elkövetők és az áldozatok valamilyen módon egymás szemébe nézzenek. Mert világosan kell lássuk, hogy itt a igazi nagy szenvedélyek amiatt vannak, hogy ez a bűn, ami elkövetetett 1944-ben, persze ez a korábbi bűnökről is áll, meg a későbbi bűnökről is áll, igazán nem váltott ki katarzist. Tehát ahogy Oidipusz, ha tudatlanul is elkövette a bűnt és megbűnhödött, a magyar oidipuszok azok, nem is beszélve arról, hogy nem voltak oidipuszok, mert sok esetben tudatosan követték el a gyilkosságokat, a rablásokat, soha igazán nem szembesültek tetteikkel. Az a pár háborús bűnös közülük, most látok szegény Kun Pátert, aki szintén Bitófán végezte, ez a pár háborús bűnös, ez nem váltja ki azt a szembenézést, amire például a németek, ha nem is azonnal, de előbb-utóbb képessé váltak. Tehát ez mondjuk a lelki háttere ennek az egész ügynek, ami a pszichológiai mechanizmust illeti, az jutott eszembe, amikor beszéltél a szimbólumokról, hogy nem véletlen, hogy a szimbólumok alkalmasak az ilyen típusú sebeknek a feltépésére, és meg kell mondjam, hogy a sebek begyógyítására is a szimbólumok alkalmasak, mert analóg a kódjuk, tehát kommunikáció elméletből tudjuk, hogy az analóg kódok, az analóg jelek attól olyan erősek, és attól olyan hatásosak, hogy valamilyen módon az anyagukba, valamilyen módon a tartalmukba hordozzák a szellemi jelentést. Szemben mondjuk a digitális kódokkal, ahol már gyakorlatilag teljesen elszakad egymástól a jel és a jelentés. És ilyen értelme véve a szimbólumoknak tehát ez a képessége, ez nagyon sok embernek a megszólítására, nagyon sok ember szívének a megdobantására alkalmas. Ráadásul ezek hát transzgenerációs jelentések, tehát nem egyszerűen egy jelenben élő nagy csoport érzelmeinek a felkeltésére alkalmasak, hanem olyan csoportkohéziókat képesek generálni, amelyeknek a tagjai azok is, akik már meghaltak, azok is, akik éppen élnek, és azok is, akik meg fognak születni. Tehát ez az a bizonyos elképzelt közösség, amiről annak idején Benedict Anderson beszélt a nemzet kapcsán. Tehát egy a nagy csoportoknak ahogy mondjam, a nagycsoportok érzelmeinek, identitásának a terelésére, kovácsolására, fenntartására alkalmasak a szimbólumok, ezért minden politikai rendszer, amely igyekszik magának legitimitást keresni, óhatatlanul szimbólumokhoz nyúl, úgy, hogy szimbólumokat rombol, és úgy, hogy szimbólumokat épít. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, miközben hallgattam az Andrást, hogy természetesen itt az önkének vannak határai. Tehát a Rákosi rendszer kapcsán emlékszem, hogy gyerek voltam, és talán ti is emlékeztek rá, hogy ott láttuk, hogy mik a határai a szimbólumokkal való megmesterkedésnek, mert bizonyos szimbólumokat nem lehetett lecserélni, például a Rákosi nagyon rajta volt a himnusznak a lecserélésén, de ez nem ment.
a címert sikerült neki lecserélnie, de a címer például nem véletlen, hogy 56-ban az egyik első áldozata volt az 56-os forradalomnak, és került ki az ászlókból, és azóta is egy lukként van ott az emlékezetünkben, és az új címer, amit a Kádár rendszer létrehozott, az megint csak nem volt képes arra, hogy, mint ahogy a Rákosi címer is képtelen volt arra, hogy ezt a fajta identitást pozitív értelemben ki tudja kovácsolni, csak a tagadás mentén hozott létre egyfajta bumerang effektusként közösséget. Tehát azt mondom, hogy a szimbólumok nem a semmiből keletkeznek, a szimbólumoknak megvannak a maguk nagyon komoly történeti alapjai, és a turul például azért nagyon jó, mert igen, hát mielőtt még felállították volna ezt a turul szobrot, majd két szót még akarnék arról beszélni, hát az ország már tele volt turul szoborral, tehát senkit nem zavart, hogy a szabadság, vagy a másoknak ez jobban tetszik, a Ferenc József híd tetején ott gubbaszt az a négy turul már mióta, vagy hogy a várban ott volt a turul, vagy nemrég voltam éppen Tatabányán, ott is van egy turul, vagy Munkácson van turul, de turul, igazán nem mondhatjuk azt, hogy turul szegénységben szenvednénk, de ez egy speciális turul. Azért speciális turul, mert itt maga a szó szerepelt ugye a 20-as évek szélső jobb ifjúsági mozgalmának a szótárában, és tapadtak hozzá olyan jelentések, másodlagos jelentések, amelyek miatt ez a turul, amit itt a 12. kerületben építettek, ez nem az a turul, mint a többi. És tényleg nem az, azért sem, mert ugye az a seb, amiről beszéltem, az itt felfakadt, és egyszerűen összekapcsolódott ez a szélsőjobb által kultivált turulmadár ezzel a sebbel, és a kettő együtt egy nagyon erős és heves ellenmozgalmat generált. És ezt nekem nagyon tetszik, ugyanúgy, mint a szabadságtéri teljesen elfuserált emlékmű esetében is, az is egy bumerang effektus, ha úgy teszik a hatalom szempontjából nézve, mert létrehozott egy olyan nagyon erős civil mozgalmat, hogy ma már a turisták nem azért mennek oda, hogy megnézzék azt a kis androgűn figurát a almácskájával a kezébe, hanem azért, mert látják, hogy itt valami más történik. Nem az történik, amit eredetileg a emlékmű kiagyalói elgondoltak. Tehát ilyen értelemben véve ez egy nagyon fontos dolog, hogy a polgárok kezükbe tudják venni a szimbólumokkal való hatalmi manipulációknak az ügyét. Még egy dolgot akarnék mondani, és utána majd szívesen válaszok kérdésekre, vagy folytathatom tovább a narratívámat, hogy még a turul kapcsán, aztán a szivárvány ügy, arról is akarok beszélni két szót. Tehát ez a 12. kerületi turul, ez ugye attól nagyon érdekessé, hogy hát a polgármester személyén keresztül egyszerre csak egy személyes tragédia is beépült. Ez a személyes tragédia nem azonos jellegű tragédia azokhoz, akiket ugye megöltek, akiket életét tönkretették, de valamilyen módon, ha elhiszük, ha nem, ez egy külön kérdés, ez egy tényleg egy katarzis volt, egy oidipuszi helyzet volt a Pokorni számára. Hát Pokorni változatlanul lát, tehát nem vakította meg magát, de érzésem szerint ez megütötte ez a történet. Biztos, hogy megütötte ez a történet, és őszintén én csodálkozom, hogy ezt még tovább csinálja. De ez csak egy személyes komment. Ami a dolognak a utolsó szempontja, és az András jobban meg tudja ítélni, mert ő ezt írta, én írtam erről egy cikket, erről a Ács Dánielnek, erről a tényleg nagyon jó dokumentum filmjéről a mozgóvilágban, az e-havi számban, és ott, amikor írtam ezt, akkor a pénzügyi felhívta a figyelmemet, hogy nézzem meg már ezt a szobrot közelebbről, hasonlítsam össze ezt a turult a többi turullal. És összehasonlítottam, és tényleg szemben ugye a emlékművel ott a Szabadságtéren, amit egy Steve Bitcher csinált. Tehát most nem mondhatom meg a vitrimenet, de a vitrimenben tele van ilyen ipekkel keresztanyám jóvoltából, amelyekből mind-mind lehetne csinálni ilyen szabadságtéri emlékművet. Tehát az a figura vagy pali, aki csinált ezt a szobrot, az nem szobrász. De ennek a turulnak a létrehozója szobrász, ez a Szmercsányi György, ez tényleg egy olyan vad, kegyetlen, semmire tekintettel nem lévő madarat teremtett oda, amely bizonyos értelemben véve konszonáns azokkal a szörnyűségekkel, amelyeket ennek a szónak a jegyében elkövettek. Tehát lehet, hogy ez az emlékmű ilyen értelemben véve meg kell, hogy maradjon, fejeztem be a cikkemet,
Mert a vadságot, a kegyetlenséget, a brutalitást, ami ott azon a helyszínen lezajlott, ez a madár tulajdonképpen, hangsúlyozom, konszonáns módon megtestesíti. Tehát lehet, hogy nem kell elbontani. Ennyi lett volna a turulal kapcsolatban, amit akartam mondani. A másik ügyet bizonyos értelmében nem tartom szervesen ide tartozónak, mert ott egy születő mozgalomról van szó, születő szimbólumról van szó, és hát azért valljuk be, hogy a magyar történelemnek nem szerves része a rabszolgatartás, a magyar történelemnek nem szerves része a kolonizáció. Ez egy szerencse, hogyha igen, a magyarok esetében az kölcsönnek igaza van, hogy többnyire a balsósban vagyunk jók, de ha szerencsét akarnék mondani, a legnagyobb szerencsénk, hogy soha nem voltunk Afrikában. Széchenyi Zsigmond ott volt, levadászott néhány nagyobb vadat, azok is aztán rossz véget értek 1956-ban, mert a kitömött mások elpusztult. De egészében véve az, hogy nincs koloniális háttér a magyarok mögött, ez azt mutatja, hogy az a fajta rasszizmus, amely változatlanul él, akár pozitíve, ma már kevésbé, akár rossz lelkiismeretként, ez megkímélt bennünket. Tehát ez ilyen értelemben szerencse. És ezért ez az emlékmű, ez a Szabadság térnek, ez a saját, Szabadság szobornak ez a sajátos parafrázisa, nem hordozza azt az asszociatív teret, amely asszociatív teret nagyon bőven hordoz a turul, meg a másik, a szabadságtéri emlékmű. Ezért érzésem szerint valószínűleg a Balogh Zoltán kifejezésével élve a jobb oldal, a szélső jobb oldal túltolta a biciklit, amikor neki támadt ennek a szobornak, mert hogyha nem támad neki, akkor érzésem szerint ez megmarad egy gegnek, egy nagyon fontos gegnek, egyébként nem becsülném le magát a gesztust, de mivel nem gyökerezik bele, mint szimbólum, azokba a történelmi sebekbe, amelyekbe mélyen bele gyökerezik a másik kettő, ennek következtében itt egy más helyzetről van szó. Itt egy jövőbeli problémáról van szó, ami hát nem tudom Magyarországra ide fog-e vándorolni, vagy nem. Egyelőre negatíve vándorolt ide, hiszen az a fajta menekültelenség és ez a xenofóbia, amely elborítja az országot, az ilyen, hát ilyen potenciális rasszizmusként itt van, de effektíve nincs itt, mert ugye nincsenek itt az áldozatok. Hogy mit hoz a jövő, mit nem, azt nem tudom megmondani. Tehát ezért azt kell mondjam, hogy itt egy más típusú, bár ugyancsak szimbolikus aktusról van szó, amelynek a mozgalmi aspektusát is inkább erősebbnek érzem szélső jobb oldalról nézve. A másik kettőbe, ott az nekem nagyon tetszik, hogy itt tényleg igazi civil mozgalom indult be, annak érdekében, hogy ez az ország ne olyan beteg legyen, mint amilyen volt. Hát ennyi lett volna a... Igen, köszönjük. Jó volt ez. Vita indítónak is nagyon jó volt. Most Ábrist kérdezném, aki társam itt a vendég fogadásban, hogy így mondjam, hogy mint az ifjabb generáció képviselője, aki valamikor a rendszerváltás idején kellett, hogy szülessen, nem tudom pontosan mikori, sőt, még jóval később kellett, hogy szülessen. Később meg. Hát enként a 2001-es, úgyhogy. 2001-es, hát szóval ez hihetetlen. Tehát, és már itt vagy közöttünk, és ennek nagyon örülünk. A Gyuri említette a címer kérdést, mint hogy milyen nehéz a címerek hagyományával megküzdeni, és még az erős szimbólumoknak, azok még a néha nagyon nagy erejű politikusokon is kifognak, mint amilyen ugye Rákosi Mátyás volt, hogy a címert sikerült lecserélnie. Ugye a rendszerváltás 89-90-ben, illetve 90-ben az első szabad választás után, ugye az egyik első politikai kérdés, az pont a címer kérdés volt. És azért kérdezlek téged, hogy te például, mint úgy tudom, fiatal, konzervatív, liberális beállítódású ember, aki az új nemzetképnek egy új nemzetkép kialakításának vagy a híve. Hogy gondolod, hogy helyes döntés volt-e, vagy mi lett volna helyes döntés a címerek vagy-vagyában 1990-ben? Koronás címer, vagy Kossuth címer? Köztársasági címer, vagy a magyarok szent koronáját, és egyébként minden köztársasági gondolatnak ellentmondó
motivumát beépíteni a magyar, az új magyar állam, a negyedik magyar köztársaság szimbolikus önképébe. Köszönöm szépen, kicsit meg kell vallanom, hogy letaglózva érzem magam, mert távolról sem szeretném magamat szakértőnek feltüntetni a kérdésben, hogyha én most egyáltalán megszólalok, akkor úgy szólalok meg, mint egyrészt a téma, másrészt általában véve a történelem iránt nagyon érdeklődő diák, és annyit mindenképpen elmondanék az elején hallgatva itt professzor úrnak a beszédét vagy magyarázatát, az általad elmondottakhoz, vagy a saját értelmezését hozzáfűzni valóit, hogy számomra a szimbólumok kapcsán az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés maradt, hogy a szimbólumokat elsősorban a kultúra hozza-e létre, pusztán az emberi nyelvnek az a képessége, hogy abstrakciókban beszéljen, ezáltal narratívákat teremtsen, és hogyha már narratívákat teremtünk a nyelv által, akkor azok mellé valamilyen reprezentációkat rendelünk, tehát a szimbólumokat elsősorban a kultúra hozza létre, vagy a különböző hatalmi és eszmerendszerek, amik a kultúrában megtalálják azokat az objektumokat és azokat a hagyományokat, amelyeket utána a saját nyelvük mentén, a saját világról alkotott elgondolások mentén értelmeznek, vagy egyáltalán elválasztható egymástól ez a kettő, tehát a kultúra hatalmi és eszmerendszerektől lesz számomra egy nagyon izgalmas kérdés. Az, hogy azt tudjuk, és hogy akkor röviden rátérjek közvetlenül a kérdésedre, András, hogy azért az értékreprezentációknak a használata az emberi történelemben önmagában véve általánosnak mondható, és nem csak szimbólumokat értek értékreprezentáció alatt, hanem mindennapi gesztusokat, hogyan öltözködünk, stb. Tehát ilyen értékreprezentációk mentén működtetjük és örökítjük át a kultúrát és azt a tudást, amit a kultúra jelent. Az viszont nekem mindenképpen fontos észrevételnek tűnik, de mindenképpen javítsatok ki, hogy a szimbólum az csak egyfajta értékreprezentáció, tehát egy konkrét objektum, ami mellé valami jelentést rendelünk, és hogy a különböző hatalmi és eszmerendszereknek viszont nagyon-nagyon más a viszonya, vagy sajátos a viszonya a szimbólumok felé. Beszéltünk nemzetekről, mint a magyar nemzet, hogy oldalazzak a kérdésed felé, vagy beszéltünk akár a katolicizmusnak teljesen más viszonya volt a szimbólumok felé, mint a protestantizmus, amíg a katolicizmus az a közvetettséget, és ezáltal a szimbólumoknak a használatát éltette, addig a protestantizmus le akarta rombolni a közvetettséget, meg a szimbólumokat, hogy a hitnek a megélését az közvetlenül bétegye. Tehát ez, és akkor itt vagyunk mi, a magyar nemzet tagjai, és azon kapjuk magunkat itt a 21. században, hogy még mindig keressük igazából azokat a jellegű hagyományokat, és azokat az értékeket, és azokat a szimbólumokat, amikhez érdemes lenne visszanyúlni egy olyan 20. század után, mint amilyet megéltünk. És akkor nekem meggyőződésem szerint a Szent Korona, vagy a Szent Koronatan, arról elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos és szerves hagyomány a magyar nemzeti hagyományon belül. Az viszont már egy ugyanakkor a köztársasági címer is, ami mellé pedig polgári és liberális, és ugyanakkor nemzeti ideálokat rendelünk. Azt, hogy én például egyetértek azzal, hogy a Szent Koronát jelenleg a parlamentben tartjuk, és nem a Nemzeti Múzeumban. Egyetértek ezzel, mert számra a Szent Korona az még mindenképpen egy fontos és építő hagyományát fejezi ki a magyar államiság és a magyar nemzet történetének, és ilyen módon képes arra más szimbólumokkal szemben, nagyon sok szimbólummal szemben, hogy a magyar nemzet egészét reprezentálja. Itt egy ilyen 20. század után, ami alapvetően különböző sérelmi narratíváknak a generálásáról szól, különböző sérelmi buborékokban élünk benne, különböző szimbólum és fogalomvilágokban élünk benne, amíg a mai politikát is meghatározza. Egy ilyen szétesett 20. század után, amit szétesett családi és személyes valóságok alkotnak, nagyon nehéz olyan szimbólumokat találni, amik a nemzet egészét képesek reprezentálni. Szent Korona az például egy ilyen. Én azt mindenképpen támogatom, hogyha
elkezdünk gondolkodni egy új polgár és stb. Milyen jelzőket sorolhatnék még fel, egy új magyar nemzetképről, akkor a Szent Korona szerintem az egy építő szimbólum lehetne. És viszont azonban a köztársasági jelvények is, mert azok kifejeznek egyfajta a nyugat és a nyugati típusú modernizáció felé való orientálódást. Ez a kettő szerintem nem feltétlenül zárja ki egymást, ezért nem feltétlenül szeretnék így igen vagy nem, szinte vagy fekete vagy fehér olvasatban állást foglalni. Jó. Nem lettem volna a helyükben. Szerintem, tehát hogyha mindkettőt fel lehet használni, szerintem a Szent Koronát és a köztársasági jelvényeket is felhasználhatná egy liberális, konzervatív beállítottságú, egy polgári beállítottságú hatalmi rendszer. Ezért ez egy nagyon nehéz probléma. Jó hírem van, mert akkor itt most megint valami más, mint ami korábban volt. Egyrészt ugye az, hogy már itt ebben a hármas fogadban is alakulnak ki egymástól eltérő vélemények, de a chatben is érkeznek az elhangzottakhoz képest eltérő vélemények, és kérlek is benneteket, Gyuri, Andris és persze Ápris, te is, hogy egy kicsit nekem segítsetek azzal, hogy amit ti a chatből kiolvastok, kipuskáztok, mint kérdés hozzászólás, azt ugye nekem nem kell beolvasni, és lehet, hogy ezzel mindenki csak én hagyd kérdezni. Csak annyit szeretnék mondani, és aztán megint hosszan fogok hallgatni, hogy annyiban is más a mai nap, mert szeretném jelezni, hogy a Facebookon is élő stream formájában vagyunk követhetőek, ott általában jóval kevesebben vannak, mint itt a Zoomon. Most 50-en vagyunk itt a Zoomon mindenkivel együtt, házigazdákkal hoztál együtt, és közel 100-an a Facebookon. András, te jössz. Csak azt akartam kérdezni az Ávristól, hogy azt említetted, most a Szent Korona kérdésnél akadnék meg, említetted azt, hogy a folytonosság, a szerves, és hogy a kulturális előzete a szimbólumoknak azt tisztelben kell tartanunk, és nyilván azzal van bajunk, hogyha a politikai hatalmak rá akarnak, politikai érdekek, politikai identitás képző érdekek rá akarnak előzetni bizonyos szimbólumokat, hogy rá akarnak vagy így akarnak segítségével, vagy felállásnak segítségével próbálnak meg. Andris, igaz is, meg nem lehet hallani. Nehezen hallok a mikrofonon. Nem lehet hallani? Néha tompa, amikor vagy nem megfelelő irányba mozdulsz el, vagy többet a kelletténél mozogsz. Most egy kicsit rosszabb, mint volt, úgyhogy... Beszélkélek? Most hallatszik? Bízunk benne, hogy így marad. Most jó. Na, tehát említette ezt a szert. Most nekem az érdekes számomra, hogy 1848-49-ben, amikor a Habsburg-ház trónfosztása bekövetkezett, tehát a magyar címerből, a Kossuth címerről lekerült a Szent Korona, és én a mai napig úgy gondolom, hogy a 1848-49-es tradíció, nemzeti függetlenségi tradíció az utolsó nagy közös ünnep a magyarságnak, amit senki se vitat. Tehát 48-49 körül nincsenek viták. Hogy azóta, mióta az Habsburg-házat trónfosztották, azóta Magyarországon nem volt ütőképes politikai erő, és nem volt ütőképes társadalmi mozgalom, amelyik helyre akarta volna állítani a királyság intézményét. Tudjuk, hogy volt király, meg mindenféle egyéb, de identitás képző ereje a koronának nem volt. A Szent Koronának megvan a maga története, és azt én ismerem, Vervőci óta megvan ennek a maga hagyománya, de ez egy közjogi hagyomány, ráadásul egy szimbolikus, misztikus hagyomány, amelyet amikor a rendszerváltás után előkerült, én emlékszem rá, akkor ilyen hüledezve néztem, hogy te jó Isten, még mik nem jönnek még majd elő a sifanérból. És az, hogy a Szent Koronát bevigyék a parlamentbe, a köztársaság parlamentjébe, ráadásul az első végre szabadon megválasztott köztársasági parlamentbe, ez az én számomra ez egy teljes történelmi abszurd, és bizonyos értelemben a pont annak a szerves, kultúrai szerves fejlődésnek a megszakítása, aminek a fontosságáról te is beszéltél. És a másik dolog, amit ehhez hozzátennék, az még a Gyurihoz is kapcsolódik, hogy a
A turul hagyománynak a folytonosság, ugye, hogy említetted te is, hogy a turulnak van egy meglévő magyarországi, mindig is jelen volt, és nem jelentette azt, amit most ez a hegyvidéki turul jelent. Én emlékeztetnék arra, hogy a 2000-es évek legelején, amikor a Jobbik megjelent a magyar politikai szinten, a szélsőjobb elkezdett politikailag aktivizálódni, akkor jelent meg a magyar nyilvánosságban az Árpád sávos zászlónak a motivuma. És nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy milyen éles viták voltak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az Árpád sáv. Mert aki erre hirtelen fölkapta a fejét, hogy na mi, csak nem Árpád sáv, az mindenki ebben a nyilasok szimbólumát látta. És ezt nem nagyon lehetett vitatni, hogy ez 44-ben nyilas szimbólum volt. És persze most a Fidesznek megvoltak a politikai motivumai, hogy miért akarta magához édesgetni a szélső jobbot is. Én emlékszem arra, azt hiszem 2003-as vagy 2004-es Fidesz kongresszusra, ahol egy vidéki küldött az Árpád sávos zászlóval, zászlót kifeszítve pózolt a szónoki emelvényen. És nem szóltak rá, hogy ezt mégsem kéne. Tehát az, hogy és ugye az ott a hivatkozás, hogy ez egy történelmi magyar nemzeti hagyomány az Árpádház zászlajának. Mi lehet ezzel a baj? És ugye az idézet, amit előbb felolvastam a Pokornitól a 2009-es Fidesz kongresszuson mondott beszédéből, abban effektíve, explicite meg van fogalmazva megint az Árpád sáv, mint egy olyan hagyomány, amelyet nem dobhatunk ki, úgymond, mondja Pokorni, mint a turulról együtt, meg a nemzeti trikolorral együtt nem dobhatunk ki, hiszen akkor a történelmünket dobjuk, hiszen a történelmünk az, ami a mi közösségünket összetartja, és ami a jövőjét megalapozza. Tehát nem tudom, hogy mit nevezünk itt folytonosságnak, vagy mi az a, vagy nem erőszakolt-e, vagy nem áll folytonossági az, amit ez a hivatkozás, egy történelmi szimbólum takar. Valójában egy politikai szimbólumként használják, ha is nagyon is jelenkori értelemben. Válaszolhatok? Igen, de egyébként, és közben hagyja javasoljam azt, Gábor, hogy nyissuk ki a kört menet közben, tehát bárki úgy gondolja, hogy ez hozzá szólna, szóljon, mert most már eltelt majdnem egy óra a beszélgetésünkből, és még csak ilyen kamara jelleggel beszélgetünk, holott azért... Akkor mi négyen működjünk együtt, és akkor Ábristól azt kérem, hogy segíts abban, hogy amíg te most reagálsz, mert ugye szeretnél, akkor azzal, igen, és Anna már jelentkezik, és pontosan ezt szerettem volna kérni, hogy amíg hallgatjuk Ábris reakcióját, addig lehetek kedvesek jelentkezni, és majd... akkor már is ki fog alakulni, akkor és Gyuri is szeretne reagálni. Egy pár szót majd akarnék. Igen. Gyuri, engeded Ábrist, vagy annyira friss, hát, az hogy... Az Ábris, az új Szent Korona tanát kizálják alapvetően. Lássuk, hallgassuk, utána Gyuri következik, és addig jelentkezzetek, már többen tették. Köszönöm, Ábris, parancsolj. Én egyáltalán nem szeretném elvenni az értékes időt, csak nagyon gyorsan reagálnék. Lehetséges, hogy úgy tűnt, vagy legalábbis a reakciókból egyaránt a chat szekcióban, másrészt Andrásnak a reakciójából, hogy volt egy olyan olvasat annak, amit mondtam, hogy én támogatom a restaurációt Magyarországon. Ezt nem említettem. Bár erről is lehetne szerintem egy érdekes beszélgetést folytatni, mindenképpen el tudok képzelni pró és kontra érveket a restauráció témája kapcsán, de egyrészt ez most nem ez a beszélgetés. A parlament, mint a köztársaság szimbóluma, parlament akkor is volt Magyarországon méghozzá vége felé, talán már ugyanabban az épületben, illetve most nem mondok semmit, amikor Magyarországon még nem volt se köztársaság, se demokrácia, csupán parlamentarizmus. Én pedig pont arról szeretnék beszélni itt és a monarchia meg a parlamentarizmus, tehát a monarchia szimbólumaként a korona, bár én elsősorban nem úgy beszéltem a koronáról, mint a monarchia szimbólumáról, monarchikus állambereszkedés szimbólumáról, hanem úgy, mint a történelmi kontinuitásnak egyik megfelelő kifejezőjéről. Összefér pusztán a parlamenttel, a parlamentnek az épületével, illetve a parlamentnek a szimbolikus tartalmával, az én véleményem szerint. Tehát és akkor ezt megint
kihangsúlyoznám, amit az előbb mondtam, hogy a koronáról nem úgy beszéltem, mint a magyar monarchiának a szimbólumára. A koronáról úgy beszéltem, én, aki síratom a magyar történelmet, és azt mondom, hogy ennyi, egy ilyen szétesett történelemben, mint a miénk, rengeteg különböző traumával, vérrel, tragédiával átitatva, amiben nincs egy közös valóság, nem tudunk közös nevezőre jutni, nagyon nehéz olyan szimbólumokat találnunk, amik a nemzet egészét képesek reprezentálni. Egyrészt választhatnánk azokkal a szimbólumok között, amelyek felé valamilyen pejoratív tartalom kötődik azért, mert valamelyik totalitárius mozgalom vagy eszmerendszer kihasználta őket, vagy kereshetnénk azokat a szimbólumokat, amiket a mai jobboldali emlékezetpolitika és jobboldali kurzus folyamatosan gyarmatosít, egyfajta szimbolikus teret. És hogyha ebben ugye nem találhatunk semmit, mai jobboldali kurzus folyamatosan glejsaltolja a szimbolikus teret, az emlékezetpolitikának a tereit, akkor mit tehetünk? Pusztán annyit állítottam, hogy a Szent Korona az egy arra képes arra önmagában, mint objektum és mint szimbólum, hogy hozzányúljunk, mint valami, ami a nemzet egészét egyszerre képes reprezentálni. Egy ilyen 20. század a hátunk mögött nagyon-nagyon fontos lenne, hogy találjunk egyáltalán ilyen szimbólumokat és egy olyan képi világot, ami képes a nemzet egészét reprezentálni, és ameddig ezt nem tudjuk megcsinálni, addig nem fogunk tudni felépíteni egy különálló magyar nemzetképet. Köszönöm. Köszönöm. Annak kapcsán, amit hallottam, két lehet egymásnak ellentmondó dolgot akarnék megfogalmazni. Az egyik az, hogy igen, lehet gondolkozni, bár a magyar viszonyok között nehéz megoldást találni olyan szimbólumokban, vagy szimbólumok keresésében, amelyek ezt a úgynevezett nemzeti egységet megtestesítik, reprezentálják, megdobbantják minden magyar szívét, de szerintem ez nem fog menni. Talán egyetlen egy ünnep van, amire azt lehet mondani, és az Antal József érdeme, hogy ezt kibányázta a sok szerencsétlen magyar ünnep közül, ez az augusztus 20, amikor tulajdonképpen lehet emlékezni, és büszkék lehetünk arra, hogy volt egy király, aki végül is az országnak, akkor éppen születő országnak a hajóját nyugathoz kötötte. Ez most nagyon fontos volna a mai viszonyok között, mert éppen azon igyekeznek az ország jelenlegi gazdái, hogy ezt a hajót, ezt keletre vigyék el, méghozzá távol keletre, nem is a közeli keletre. De ahhoz képest a Bizánc az még egy jó kis opció lett volna, mint az az opció most előttünk van a Fudan Egyetem és a társai képében. Tehát az államalapítás egy nagyon fontos szimbolikus eseménynek tartom, és az augusztus 20 ilyen szempontból érzésem szerint megfelelne egy ilyen konszenzuális nemzeti szimbólumnak. A Szent Koronában nem vagyok annyira biztos, mint az ábris, és emlékszem jól, amit az András mondott, hogy én azt egy sorsdöntő választásnak érzem, amit a parlamentet. Ha nincs Szent Korona, akkor talán nem itt tartunk, mert az nem önmagában a Szent Korona, csak az valamilyen módon az egy Pavlov kutyájának a csengetés, az jelzi, ugye a Pavlov kutyája se kapott végül húst, csak a csengetés elkezdett nyáladzani, és a jobb oldal elkezdett nyáladzani a parlament határozata a következtében. Lehet, hogy nem itt tartanánk, hogyha a címerünkbe nem kerül bele a Szent Korona, de ezzel együtt is azt hiszem, az egy természetes dolog, hogy a szimbólumok azok nem csak egyesítenek, hanem szét is választanak. Tehát a politikai harc az nem kell hozzá feltétlenül Carl Schmittet olvasni minden nap, hogy tudjuk, hogy az nem a barátság. A terepe, az ellenségesség terepe, a folyamatos harc, a mi és az ők, az ellenség és a barát. És ilyen szempontból, hogy a szimbólumoknak ilyen két arca van, az szerintem belefér a szimbólumnak a pszichológiai poliszémiás voltába, hogy képes szimbólum egymással ellentétes táboroknak az érzelmeit is csiholni. Amit utolsóként akarnék mondani, hogy amit nagyon hiányolok, és az elmúlt 30 év ezt abszolút mértékig ezt a hiányt számomra nem pótolta, de nem mint hogyha a megelőző évtizedek bőkezüket tettek volna, hogy a polgári Magyarországnak nincs szimbóluma. Szóval töröm a fejemet, hogy jó, hát én nem vagyok nyilas. Én nekem nem kell az álpársávos zászló. Nekem nem kell a 20-as évek túl madara. Nekem ugye kell a bibó, nekem kell a Széchenyi, és nem sorolom tovább, Ady Endre. Tehát személyekben meg tudnám mondani ezt a másik Magyarországot, ezt a demokratikus, liberális Magyarországot, de mi a szimbólum ennek a Magyarországnak? És most, hogy töröm a fejemet ez alatt a pár perc alatt, együtt eszembe, amit mondtam is már a bevezető speechembe, hogy lehet, hogy az 56-os lobogónak ez a Lukas mi volta. Talán ez hozhatná
ezzel az ürességgel, a nemzeti színnek teljességében azt a üzenetet, hogy a polgári Magyarország az még nincs, vagy ahogy Széchenyi mondta a hitelbe, hogy nincs, de lehet. És ez lehet a mi erőnk, tehát hogy nem vagyunk, mert kétségtelen az ember szétnéz, akkor nem az jut eszébe az országról, hogy itt már van egy polgári rendszer, de miért ne lehetne? Miért ne lehetne? És lehet, hogy pont ez a luk a nemzeti zászló közepén egy ilyen felhívó jelleggel felszólítana mindenkit már, akiben érez ez igény, mert sajnos meg kell mondjam, a többségben nem él, hogy legyen egy szabad, demokratikus, liberális Magyarország. Köszönjük szépen. Geréb annak következik, annak kapcsolja kérdett mikrofont, és utána pedig Balázs. Nagyon izgalmas, és nagyon sok minden közben felvetődött, de nem fogok mindenhez, csak egy-két mondatot akkor most már, hogy ugye franciáknak van olyan szimbóluma, ami a francia nemzet egységét kifejezi. Egyáltalán van olyan ország, amelynek van ilyen szimbóluma, ami ilyen mély gondolatot hordoz, vagy egy sokkal szimplább jelentés, mit tudom én, az Eiffel-torony, vagy valami. Ez az egyik, amin úgy elgondolkoznék. Akkor kicsit olyan fura, az április olyan fiatal, és olyan kedves, olyan, hát szóval nagyon kellemes, kedves, és a gondolataim valahogy ellent mondanak ennek a ifjúságnak, és nagyon, nagyon érdekes, de hát ez az izgalmas benne. Tegnap volt a Metropolitan Operának a közvetítése, Bartók, Kékszakálú Hercegvár és Balázs Béla Kékszakálú Hercegvára. És akkor, amikor néztem az operát, ahogy ezek a külföldi, amerikai, nem tudom, ilyen egyik a Judit német énekesnő, hogy ilyen tört magyarsággal éneklik a mi operánkat, akkor én tényleg pedig, én nem akkor még előtte voltam ugye a mai estének, én aggódtam, na ez lehet Magyarországnak a szimbóluma, Bartók és a Kékszakálú Hercegvára. Tényleg büszke voltam, na, hogy ez elhangzik ebben a műsor folyamatban. Egész világ nézi. És még egy gondolat az Lukas zászló. Én nem tudom, most lehet, hogy ki fogom húzni a gyufát. De engem kicsit elrémít mindig, amikor meglátom. Ez egy zongy. Pláne az, aki nem ismeri, és a legtöbb ember, aki most születik, vagy nem itt lakik, nem ismeri ennek a hátterét. Egy Lukas zászló, ez egy negatív. Az első jelentés, ez egy negatív dolog, ez egy csúnya dolog. Én nem tenném azt semmiképpen. Nem érzem, hogy helyén való lenne egy nemzet, egy ország közös jelképének. Köszi. Köszönjük szépen. Gyuri, szeretnél most reagálni rá, miközben te nem mondtad, hogy legyen ez a szimbólum, csak azt mondtad, hogy ez jutott éppen eszedbe. Hát igen, de mondom, akkor a hitel utolsó mondatát se kell komolyan menni, ami arról szól, hogy én szeretném, minél Magyarország lesz, amivel az van, hogy Magyarország még nincs. De hát szerencsére nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi bármilyen jellegű közjogi határozatot hozhassunk, úgyhogy ilyen értelemben véve ezt tényleg csak úgy kell részemről elfogadni, hogy ez egy ötlet, és én tulajdonképpen senki vagyok, aki semmit sem mond. Ez rövid közlés volt reakcióként annál, úgyhogy azt hiszem, mehetünk tovább, azt hiszem legalábbis, szóljatok, ha nem, Balázs, parancsoljuk, kapcsoljuk a mikrofont. Köszönöm, jó estét. Egyrészt a múltkor volt egy méltatlanul elfeledett kommentem, amit most visszahoznék ide, mert szerintem aktuális. Én akkor, ugye a Budai Várról beszéltünk, és én azt mondtam, hogy a közízlésnek a valószínű elfogadja azt az állapotot, illetve azt a majd várható állapotot, ami most ott a Budai Várnak az átépítése kapcsán majd létrejön. És én akkor azt írtam kommentbe, hogy ahogy az ország
annó a koronás címert választotta, pontosan az az attitűd szerintem, ami elfogadja azt is, hogy most a budai várból megint egy királyi palota legyen egy köztársaságban, elvileg köztársaságban. Tehát ezt a nagyon okos megjegyzésemet akartam aláhúzni. Ha megengeditek, Andráshoz fűzném hozzá, amikor azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a 48-49 az az utolsó olyan történelmi időszak, amire vonatkozóan konszenzus van a megítélésében, ha jól értettem, ezt mondtad, András, amit én vitatnék. Tehát ha én azt érzékelem, hogy most a NER-nek az emlékezett politikusai azok támadják ezt a konszenzust. Tehát én hallottam már, nem tudom melyik magyarságkutató, vagy terrorháza, vagy valamelyik ilyen emlékezett politikai központ képviselőjétől Petőfit egy szélső baloldali felforgatónak hívni. És szerintem ez már kijelöl egy irányt, hogy a mostani hatalom az... Nagyon, nagyon érdekel, András, rázod a fejed, majd kérlek erre reagálj, hogy te nem érzékeled ezt a folyamatot. Én tartok tőle, hogy ez megindult, és hát majd kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. És még egy apró megjegyzésem lenne Csepeli tanár úrhoz a augusztus 20 kapcsán, hogy hadd hívjam fel azoknak a figyelmét, akik esetleg nem ismerik a Kovács Ákosnak a Kitalált hagyomány című könyvét, szerintem zseniális, és ő például augusztus 20 kapcsán leírja, hogy annak az milyen hatalom politikai érdekeket szolgált az elmúlt 100 évben. Úgyhogy én az alapján, amit mondott a Csepeli tanár úr, hogy ő ezt egy jó szimbólumnak találja, én nekem erős kétségeim vannak. Tehát, hogy egyrészt az hogyan szolgált arra, hogy az arató sztrájkok kapcsán felmerülő társadalmi elégedetlenséget, vagy abban csúcsosodó társadalmi elégedetlenséget valahogy elsüllyessze. Aztán, hogy a kommunistáknak hogyan szolgálta ez az érdekét, nagyon izgalmas szerintem, de én nem tartom augusztus 20-át egy ilyen jó alapnak valamilyen nemzeti konszenzushoz. Köszönöm. Köszi szépen, András, akkor neked most két kártyád is van, meg is szólítattál, és egyébként is jelentkeztél, ami egy nagyon fegyelmezett dolog házigazdaként, parancsolj. Igen, szóval az a... És még nem ideális továbbra se az érkező hang tőled, úgyhogy kövessen mindent, hogy jó legyen, kérd. Nem tudom, hogy csináljam, hogy jó most, legyen. Ha így maradsz, akkor az... Most jó, igen. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy a 48-49 az az igazi magyar közös. Tehát én nem tudok arról a magyar kultúrában és a magyar politikában épesző emberről, aki megkérdőjezni március 15-e abszolút szentségét. Tehát nincs ennél szint konszenzusabb nemzeti ünnepünk. Nemzeti ünnep is, és tulajdonképpen egy polgári ünnep. Én azt értettem, hogy Antal József miért az alkotmánynapját tartotta, vagy illetve a Szent István alkotmány az államalapítási ünnepét tartotta politikusi szempontból mérvadónak, mert ugye az a nyugat felé orientált a Magyarországot. De én azért erősen kételkedem abban, hogy a magyar közgondolkodásban meg lehetette volna csinálni azt, amit a március 15-ével és Petőfi Sándorral, amit az alkotmány ünnepében minden további nélkül meg lehetett csinálni. Konkrétan arra gondolok, hogy az történt a Szent Koronás címer vitájában, hogy szerintem az akkori liberálisok, az SZDSZ elsősorban, ugye ők voltak elég erősek ahhoz, hogy ebben döntést hozhassanak, átengedték ezt a szimbolikus harcot a jobb oldalnak, gondolván, hogy ez egy mellékes kérdés, mert majd úgyis
fontosabb a gazdasági ügyekben való megegyezés, fontosabb a társadalmi politikai kérdésekben való egyetértés, mint az, hogy most ebbe belefeszülnek ebbe a szimbolikus ügybe. Legyen korona, nem mindegy, hogy mi van az ászlón. Ez egy nagyon súlyos politikai tévedés volt. És ugyanis az történt, hogy szerintem továbbra is az a megjegyzésem, hogy a magyarok többsége 48-at és március abszolút közös tudásnak és közös hagyománynak ismeri el. Ennek a 48-49-es nemzeti dicsőségnek a szimbóluma a Kossuth címer. A 90-91-es döntés következménye az lett, hogy a Kossuth címer ma már nem azt jelenti, mint amit egészen addig jelentett. Egy szimbolikus gesztussal, hogy rátették a koronát, meg lehetett oldani azt, hogy innentől fogva, ha valaki a Kossuth címert a maga pőrességében, azaz a magyar 200 éves magyar polgári hagyomány nevében szerette volna a mellkasára tűzni, azt azonnal meg lehetett bélyegezni azzal, hogy baloldali, meg Lipsi, meg nem tudom én mi. Az nem a közös nemzeti szimbólum. Holott az volt. És egyébként nekem az az érzésem, hogy 89-90-ben, amikor a rendszerváltás történt, volt egy pillanat, egy kegyelmi pillanat, amikor úgy tűnhetett, hogy az 56-os forradalom és a Kossuth címer együttesen, meg a magyar trikolor együttesen képes azt a szimbolikus kötőanyagot megteremteni, ami a negyedik köztársaság nemzeti konszenzusa lesz. És ezt szerintem ezt meg lehetett volna csinálni. De ugye az történt, hogy egyrészt Antalnak megvoltak a maga szimbolikus szempontjai, tehát ő szerette volna azért ezt a katolikus hagyományt azért csak ébren tartani. Másrészt ugye volt ez a Szent István gondolat, annak a politikai erőltetése, és volt egy olyan elem, amit hát ne hagyjunk ki a játékba, hogy a Fidesz elég korán észrevette azt, hogy itt van egy ilyen szimbolikus politikai játéktér, és az egyetlen igazán jelentős politikai döntése az Orbánéknak, az pont a Szent Korona bevitele volt a parlamentbe. Tehát, hogy megerősítette ezt a fajta tradíciót, és azóta folyamatosan erre épít. És én szerintem ez, vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy ez Balázsnak mondom, nem lehet, akármit csinál a propaganda, én szerintem Petőfit nem lehet kiirtani a magyarok lelkéből. És ez azért nem, mert ez nem egyszerűen szimbolikus gesztus, hanem ez valóban 150 év velünk élő történet, valóban közös kultúra. Petőfit nem lehet egyszerűen szélső baloldali felforgatóként leírni. Ezt nem lehet megcsinálni vele, mint amit a címerrel meg lehetett csinálni. Ezt szó szerint így hangzott el, bocsánat, hogy közbevágok. Én ezt értem, de ez hablagy. De nem semmilyen hatása nincs. Ez nem megy szembe a koronával? Tehát, hogy azért pont itt látom az ellentétet. Tehát, hogy értem, hogy ebben van egy önellenmondás, ami mondjuk nem szokta zavarni a Fidesz, de hogy egyszerre épít a koronára, meg Petőfire lehet egyszerre építeni? Szerinted? Az ő hatalmi játék, hogy ő mire épít. Én most csak arról beszélek, hogy az emberek, a magyarok, a magyar nép el tudja-e azt fogadni valaha is, hogy Petőfi Sándor egy izgálgabb, szélső baloldali felforgató. Mert szerintem ezt nem lehet keresztül vinni, ez nem olyasmi, amit médiával, meg nem tudom én mivel agymosással el lehet érni. Nem lehet elérni, mert ez egy valóban közös, összetartó, ugye 56-ot, említettem azt, hogy 56 volt szerintem 89-90-ben úgy tűnt, a Lukács zászló és egyebek, úgy tűnt, hogy az lehet valóban az a közös mitológia, vagy nem tudom, minek nevezzem, ami össze tudja tartani és sikerült az 56 összes olyan értékét, amelyből lehetett volna közös alap, mindent sikerült mára szézilálni, és mindenkinek megvan a maga 56-ja, és ahelyett, hogy azt dolgoztuk volna ki, vagy azon dolgoztunk volna, hogy hogyan lehetne ezt ebből megtartani mindenkinek azt, amire
tehát amire neki szüksége van ebből a hagyományból, és ez alapján megkonstruálni a közösséget, ez nem történt meg. Andris, ha gondolod, akkor nem tudom, mi a kedvenc kifejezésünk, kerekítsd le, és akkor utána hagyj következzenek a jelentkezők. Vagy ez jelenti ez a kortyolás, az, hogy befejeztem. Oké, okay. Gyuri, nem tudom, szeretnél reagálni, ha esetleg igen, akkor tedd meg. Egyébként még két kérdező most van, lassan megszáradnak ezek a kis... Csak egészen röviden. ...vannak fent, parancsolj. Egészen röviden, teljesen egyet értek Andrással abban, hogy ugyan nem voltam itthon, akkor pont külföldön voltam hosszabb ideig, de nekem is úgy tűnik, hogy volt akkor egy ilyen szerencsés csillagállás ezekkel a szimbólumokkal, tehát akkor azt át lehetett volna verni, és akkor talán másképp alakul a sorsunk. Ugyanakkor visszaemlékszem, hogy én végeztem 70-es, 80-as években közönyök kutatásokat bőven a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban, és az Antal olyan értelemben nem a levegőbe beszélt, hogy tudta, hogy az augusztus 20 és a március 15 azok nagyon versenyben vannak egymással a közönyök szintjén. Most konkrétan nem emlékszem, hogy a többség melyiket preferálta, de mintha az augusztus 20 preferálta volna a többség, de nem szignifikánsan. Tehát valóban a március 15-ből lehetett volna csinálni első osztályú nemzeti ünnepet. Én egy szempont miatt, illetve két szempont miatt nem annyira vagyok oda, de egyébként egyetértek veled, az, hogy hát ugye a március 15 az elválaszthatatlan a világostól, tehát abszolút kudarc volt a vége. A másik az, hogy hát nem a közép-európai megbékélés jegyében volt az a forradalom, hanem akkor kezdődött el tulajdonképpen a magyar nemzetnek ilyen értelembe véve a félrecsúszása, hogy szemben álltunk a nemzetiségekkel. Köszi. Április következik Budapestről, utána pedig George, vagyis Lázár Gyuri Kaliforniából. Április, te vagy. Igen, most nem látom az Annát, lehet, hogy pillanatokon belül visszatér. Neki volt még egy felvetése. Csak úgy tudsz beszélni, ha látod az Annát, akkor kiteszem. Igen, meg. Nekem az ad motiváció. Azoknak mondom, bocsánat, jó, hogy ezt felvetetted, akik esetleg tudnak válogatni a között, hogy így vagy úgy nézik éppen ezt a beszélgetést itt a Zoomon. Ugye a view, vagyis a nézet, mint hogy mondjam, étlap, az felkínálja azt is, hogy gallery, galéria, vagyis hogy mindenkit mutató üzemmódban, de úgyis, hogy az éppen beszélő. Hogyha utóbbit választjátok, hogy speaker, akkor tudjátok azt követni, hogy éppen ki kérdez és ki válaszol, úgyhogy Ábris, ha a speaker üzemmódban vagy, akkor látod is Annát. Abszolút, látom, köszönöm. Úgyhogy igen, mert alapvetően az ő, neki volt egy felvetés, ami megválaszolatlanul maradt Franciaország kapcsán, ha gondolom, Franciaország volt a példa. Na most Európa az egy nagyon érdekes kontinens abból a szempontból, hogy amellett, hogy a nacionalizmusnak, nemzeti érzelmnek nevezzük bárhogy a szülőhazája, amellett nagyon világos anomáliák figyelhetők meg, mondjuk a közép-európai és a nyugat-európai nacionalizmusoknak a fejlődések között. Nyugat-európában, közép-európával szemben alapvetően állam nemzeti fejlődés ment végbe, ez nagyjából azt jelentette, hogy a modern nemzetállami keretek azok organikusan alakultak ki, a gazdaság, a politika, a kultúra az folyamatosan egy keretrendszerbe fejlődött, és tulajdonképpen a nyugat-európai polgári nemzeti identitás, nacionalizmusokat ez a fajta folyamatos egységesülés hozta létre. Ebből adódóan Nyugat-Európában sokkal kevesebb szimbólumra van szükség a nemzeti identitás, a nemzeti érzelemnek a megéléséhez, mint mondjuk a közép-európai, vagy azon belül is a magyar nemzeti érzés, nacionalizmus folyamatos kinyilvánítása, az ehhez kapcsolatos igényeknek a kinyilvánításához. Ez pedig egy nagyon, nagyon fontos különbség nekünk. Beszélhetünk, az pedig egy másik kérdés, ez volt a beszélgetésnek eddig egy másik sarkalatos pontja, a Szent Korona kérdésén. Most ez az ország, amiben most vagyunk, és szeretnénk, azért vagyunk itt mindannyian, mert szeretnénk bele valami innovatív diskurzus bevinni a magyar közbeszédbe. Ez az ország, ez egy viszonylag sommás történelmi értékelés lesz, legutoljára, hogy a 16. század elején lehetett. Már akkor se volt igazán, és akkor utána, 17. században bekövetkezett az, amit Eszterházy Péter az egyik interjújában úgy jellemez, azt hiszem, hogy a magyar nemzetnek az értelmi és érzelmi kettéválása. Tehát egészen a 16. 17. század óta ez az ország ez nem volt egyben. Folyamatosan az
nem volt közös politikánk, nem volt közös kultúránk, nem voltak közös szimbólumaink, nem voltak közös jelentések, nem volt közös nemzet. És most ennek a szerte ágazó szétesett nemzeti valóság helyett kellene alkotni egy saját nemzetet. Ezért beszélek én a Szent Koronáról, mert amikor ez az ország legutoljára egyben volt, és egyébként Európa vezető államaihoz, Európa vezető nemzeteihez tartozott, az időszak volt, amikor az egésznek az egységét, a nemzetnek az egységét, ezzel párhuzamosan az államnak az egységét és a kontinuitását a Szent Korona fejezte ki. Nem véletlenül fontos szimbólum a Szent Korona, nem feltétlenül csak a jobboldali kurzus számára, hanem moderált liberális politikai erők számára is. Tehát a Szent Korona az önmagában nem egy ódon szimbólum. Hát Nagy-Britanniában is hány száz éves tradíció a monarchia, és Szent Koronát viszont ott sem csak a monarchiának a szimbólumaként fogják fel, hanem az államnak a kontinuitásaként, a hagyomány, amire szükségünk van. Pont arról beszélünk, itt nem értek egyet azzal kapcsán, hogy Andrással például, hogy a 48-as forradalom az közös tudást és közös hagyományt jelentene. Hát pontosan azt látjuk, hogy nekünk forradalmakra voltak szükségeink, mert nem tudtunk létező hagyományokhoz, létező tudáshoz, létező tapasztalatokhoz visszanyúlni, ezért nekünk folyamatosan ideákra, meg forradalmakra, meg vágyakra volt nekünk szükségünk, és ez önmagában nem elég. Vissza kell nyúlni valamihez. Ahhoz, hogy az ország valamilyen irányba tarthasson, vissza kell tudni nyúlni egy építő jellegű hagyományhoz. És ez az építő jellegű hagyomány, ilyet nem hoztunk létre azóta az érzelmi és értelmi kettészakadás óta, amiről Eszterházy Péter beszél. Ilyen helyzetben vagyunk. Kérdés, hogyan találunk olyan szimbólumokat, amikre építhetünk olyan hagyományokat, amitől ez az ország egyszer még lehet egy élhető ország. Köszi Ábris. Az nem hírérték, hogy én is szeretnék, vagy tudnék hozzászólni, de mivel olyan sokan mások is vannak, akkor megvárom, hogyha majd elfogynak jelentkezők, akkor erre sort keríthetünk-e. Most George, te következnél, ugye nem bánod, hogy én mindig harmadszor már elmondom, hogy Kaliforniából, úgyhogy még sokkal inkább örüljünk, és utána a Trencsényi Lacit kérném, hogy aki eddig a Facebookon követte sokat magával a beszélgetést, az ott kialakuló polémiákról és véleményekről egy kicsit, hogyha majd Laci be tudna számolni, illetve hogyha ennek az az eredménye, hogy esetleg visszarángott bennünket egy másik mederbe, akkor Laci majd tedd meg, de most George, kérlek, kapcsolj mikrofon, már meg is van kapcsolva, parancsolj. Nekem csak három nagyon rövid megjegyzésem lenne. Én innen Amerikából úgy tűnik Andrással értenék egyet, mert, és nem csak én értek vele egyet, hanem az Orbán kormány is egyet ért vele. Nemrég Orbánék küldtek egy hatalmas Kossuth szobrot Bostonba, egy aranyozott szobor, ami jelenleg egy garázsban lakozik, és hamarosan elhelyezik. Ez egy új Kossuth szobor lesz, valószínűleg Bostonban, vagy most úgy hallottam, talán Buffalo-ban. Na most utoljára Kossuth szobrot Hortiék avattak 1928-ban New Yorkban, és az volt egy kísérlet arra, hogy egyesítjék, hogy úgy mondjam, az amerikai magyarokat is mondják. Tehát úgy tűnik, hogy a Kossuth szobor és a Kossuth címer ma is. A Turulról én annyit szeretnék mondani, hogy a Turul szövetséggel azonosult Amerikába, és az egy kicsit rossz emlékű. Ugyanakkor a Trianon publikációkban is megjelent a Turul szobor, egy Birinyi nevű úriember írt Clevelandban ezeket, de ők a Silver Shirt or Silver Legion nevű amerikai fasiszta mozgalomhoz tartoztak, és ezt a mozgalmat 1941-ben betiltották Amerikában. Tehát a Turulnak, a Trianonnak egyfajta szerencsétlen karrierje volt itt Amerikában. Szóval ez talán nem lenne egy szerencsés szimbólum.
A Szent Koronáról pedig talán annyit, hogy itt hangsúlyozzák, hogy az amerikaiak adták vissza a Szent Koronát, és azt mindig hangsúlyozzák, hogy ugye Kádárt nem engedték, hogy megjelenjen az átadási ünnepségen, de soha nem jelenik meg a Szent Korona Amerikában, legalábbis az amerikai mérők között, mint egy szimbólum, mint bárminek a szimbóluma. Szóval én a Kossuth és a Kossuth címer, ebből a szemszögből én vagyok, az tűnik az egyesítő szimbólum. Köszönjük szépen. Amit George mondott, szeretnétek esetleg Gyuri András reagálni, és hogyha igen, akkor melyik ötök? Egyébként akkor majd Lacit kérem az előzőek alapján, hogy Laci jelentkez, és akkor könnyebben tudlak majd beválasztani, vagy inkább kiválasztani. Gyuri szólni szerette volna? Nem baj, nem köszönöm. Oké, okay. Okay. Laci. Igen, amikor Facebookon voltál, nem kellett mikrofont kapcsolni, most viszont kéne. Picit még várom Trencsényi Laci mikrofonjára. Tehát a Facebookon a 70 és 90 között mozgott a nézők száma, most egy picit esni kezdett. A tagadhatatlan, hogy a republikánusok szólaltak meg nagyobb számban, mint a royalisták, és a közös jelképnek felvetették, hogy miért is ne lehetne a Lánchíd, az, amelyiknek hát többszörös jelentése van, kifejezi azt, amit itt polgárinak gondolunk, kifejezi az építést, a híd az mindig jelent valami összekötést, az az én személyes megjegyzésem, nekem tetszett Göncz Árpádnak ez a különös okom is volt rá a mondás, hogy mindenkinek megvan a maga 56-ja, tehát mindenkinek megvan a maga 48-a is, még akkor is az régebben volt, ugye a Gyuri erre utalt például, és hát akkor végig tudunk menni, mindenkinek megvan a maga aranybullágya, hogy az aranybulánkra gondoljunk, Varga Judit asszonyra, és hát nyilván mindenkinek meg lehet, vagy meg lehetett annak idején, csak gondoljunk a halhatatlan musicalre, Szent István képe is, de ugye nem ez volt a feladatom, hogy hozzászóljak, hanem még annyit, hogy a sok hozzászóló, lehet, hogy az elvonulók is, nagyon várják, hogy a ferencvárosi emlékműről is essék szó, kerüljön bele a diskurzusba, mert sokan ezért kapcsolódtak be a beszélgetésbe. Ezek az üzenetek odakintről. Igen, köszi Laci, és azért voltam kénytelen ezt, hogy mondjam így, Mandénerből rajtad keresztül behozni, mert máskor általában látszik a sok-sok Facebook beírás, most tényleg olyan sokan jelentkeztek, hogy nem volt már sajnos követhető, de majd akkor a továbbiakban nem csak egy házigazda vagy technikai host lesz, hanem 10. Az eleve nem lépő beszélgetéseken. András, te jössz. Igen, tehát most nem tudom, mennyire haladszom. Most jó. Én visszatérnék a beszélgetésünk elején, a Gyuri említette egy nagyon érdekes és fontos dolgot, amikor arról beszélt, hogy a szimbólumok azok analóg jelek. Ugye ez valami olyasmit jelent, hogy közvetlenül lehet őket birtokba venni, tehát közvetlenül lehet velük azonosulni, mert nagyon könnyen felismerhetők és könnyen ugye a mellkasunkra tűzhetjük, a nyakunkba vehetjük, és talán jobban tesszük, hogyha ezt a szimbólumok használatának egy ilyen populárisabb formáját veszük mintául, tehát például a futball szurkolók szimbólum választását. Ha valaki egy fradi sálat tesz a nyakába, akkor mindenki tudja, hogy miről van tulajdonképpen szó, hogy ez a sál, ez azt fejezi ki, hogy ő azonos azzal a valamivel, és nem kell neki semmit magyarázni arról, hogy ő kicsoda, bőségesen elegendő, hogy egy ilyen szimbólumot a nyakába akaszt. És én most a Szent Korona szimbólumról beszélünk, vagy ilyesmiről, vagy 50 vagy 48 szimbólumról beszélünk, és ezt én úgy értelmezem, hogy úgy kell gondolkodnunk, hanem nem az a kérdés
számomra legalábbis nem az a kérdés, hogy most 48-ban, 49-ben hogyan bántunk a nemzetiségekkel, vagy hogy az akkor ott a vereség volt, és akkor tehát, hogy nem, és vagy amit a Laci mondott, most mondott, hogy mindenkinek megvan a maga trianonja, megvan a maga 56-ja, megvan a maga trianonja, megvan a maga 48-a bármilyen. Persze. Ilyen értelemben mindenki különböző szinteken érthet és magyarázhatja. De a szimbólumként, tehát a nyakbakaszhatós állként. Én azt gondolom, hogy a 48 az egyértelműen egy ilyen magyar nyakbakaszhatós áll. Egyetlen az, hogy egyébként tudjuk, hogy ott hány, milyen politikai hibák voltak, hol hibázták el a nemzetiségi politikát, és miért bukott el, ettől függetlenül a nemzeti összetartozásnak, annak a közösségnek az alap is. Nem volt, nagyon nem volt véletlen, hogy 2002-ben a Fidesz a választási kampányban a nemzeti trikolorral, tehát a kokárdával operált, és a kokárdát akarta maga a politikai célra, a maga részleges politikai célra kihasználni. És ez azért le volt lehetséges, mert ők pontosan tudták, hogy ez így működik. Ez úgy működik, mint a nyakba akaszható kukarcsnál. És ezt sose felejtsük el. Ezért gondolom azt, hogy ezt az alkalmatlan erre soha nem fog ilyen értelemben. És a 48 azok alkalmas volt erre. Bocsánat, Andris, az a helyzet, hogy most megint változott az arány, és többször rossz a tőled érkező hang, mint amikor jó. Szerintem feltételezem, hogy ez egy vezeték nélküli cucc, és nem elég feltöltve. Az is szomorú, fura, mert mindig, amikor jókat mondasz, akkor tompul el a leginkább. Nem mondom, hogy mondjál rosszakat, és akkor biztos halljuk majd, de sajnos ez a helyzet. Menet közben nem tudod kicserélni jackes bedugós headsetre, és akkor addig, hát úgy menet közben, hogy valaki... Jó, így most jobb. Ezerszer. Uh-huh. Így most jobb, mert most levettem a telefonját. Jó. Oké. Okay. Bocs, akkor fejezd be a gondolatot, igen, mert ezzel jobban hallom most. De most viszont én nem hallok semmi. Ah, hát igen. Tudsz úgy beszélni? Ábris csak úgy tud beszélni, ha nézi Annát. Te tudsz úgy beszélni, hogy magadat nem hallod? Ja, és akkor minket sem. Igen, ez így más. Tedd vissza, még mindig több, mint a semmi. Oké. Okay. Jó. Viszont amikor azt mondjuk, hogy tedd vissza, akkor azt meg nem hallod, hogy azt kérjük, hogy tedd vissza. Jó, ez korábban nem merült föl, mint probléma, de sajnos ezek szerint ezek az ilyen headsetek. Oké, okay, tedd vissza, jó? Még mindig. Szóval kérlek, akkor fejezd be a gondolatot, és bízunk a javulásban. Igen, én azt gondolom, hogy a szimbólumokkal pont az a probléma, hogy ez nem úgy van, hogy kijelölünk egy szimbólumot, elhatározunk, hogy az legyen a Lánchíd a szimbólum. Ilyen szimbólumunk rengeteg van. Olyan szimbólumunk, amelyik ilyen analóg módon működik, ahogy a Gyuri mondja, tehát hogy automatikusan kiváltja az azonosulást. Ilyen nincsen, és ezt nagyon nehéz megcsinálni, és szerintem erre mondtam az előbb azt, hogy a Fidesz, amikor kisajátította a kokárdát, akkor tulajdonképpen, és ezért volt olyan nagyon ingerült a reakció is erre. De ott azonnal éreztem mindenki, hogy hát ez, bocsánat, az az én szimbólum is. Az tényleg olyan, mint hogyha a fizikai testemben sértenének meg. Tehát ha van nemzeti szimbólum, annak ilyennek kell lennie, tehát ilyen értelemben nagyon testközelinek kell lennie, különben nem lehet arról beszélni, ez valóban érzelmileg összeköti azt a közösséget, kifejezi az identitását. Most akkor mondjunk egy mondatot, ha szabad, nem tudom, más nincs hozzászóló, akkor hagyd mondjak én is valamit erről a másik témáról, aminek ugye pont az az érdekesség, ezt is a Gyuri mondta az elején, hogy hát éppenséggel semmi közünk hozzá. Pont ez a helyzet, hogy nagyon kevés, ugye nálunk nem volt gyarmatosítás, nálunk nincsenek feketék, akik nálunk vannak, mert nálunk is vannak persze kisebbségek, elnyomott kisebbségek is, és az egész cigánykérdés például nagyon is ide tartozhatna.
és még nincs ez a típusú automatikus érvényessége ennek a történetnek, ennek a szimbólumnak nálunk. És ezért érdekes a történet, ami ezzel a Szalai Péterféle szoborral történt Magyarországon, hogy valójában az történt, hogy ez a szobrász csinált egy olyan alkalmat a jobb oldalnak, amire a jobb oldal a szimbolikus gesztikulációra nagyon kihegyezett, és az ilyesmiben nagyon komoly politikai tőkét találó és látó jobb oldalnak, hogy erre csapjon le, és ez döntse le, és éreztesse azt, hogy neki mennyire fontos ez az identitás politika. Ez egy identitás politikai kérdés. És szerintem azért az érdekessége ennek a Szalai Péterféle szobornak, hogy ugye ez egy ironikus mű. Nem tudom, hogy kinek tűnt fel, de ugye ez egy 1 méter magas cucc. Egy mesterséges, egy nyomtató által előállított szobor. Ez nem egy valódi szobor, nem egy öntött vagy egy faragott tárgy, ez egy nyomtató nyomtatta ki. Egy műanyagból lévő, ráadásul emlékműnek nagyon picike, olyan, mint egy ilyen porcelán nép. Ráadásul érdemes megnézni, ugye beborítja egy ilyen furcsa gyöngyházas fény, ugye be van festve, illetve nem is befestve, hanem az is, vagy valahogy, nem tudom pontosan, hogy van manipulálva, de számítógépesen van manipulálva rá a színe is. Tehát, hogy a színe az ugye a Black Lives, illetve az LMBTQ közösség szivárvány színeit keveri. Olyan, mintha sávokból áll, de valójában nem sávokból áll, hanem inkább ilyen összemosódó, szivárványosan összemosódó, gyöngyházasan csillogó valami, ez is hívják, ugye a címében is benne van ez a fénytörés motivum, benne van a címében. Tehát ez az egész tulajdonképpen egy ilyen kis porcelántárgy, tényleg úgy néz ki, mintha porcelánból volna, egy ilyen kis porcelántárgy, amit kiraktak egy térre, hogy oda csábítsák az ilyesmire kihegyezett politikai agresszorokat, akik aztán majd jó kielégülnek abban, hogy ők ezt ledöntik. Nem tudom, hogy érthető ez. Tehát ez egy álszobor, ez egy álemlékmű, ez egy ürügy arra, hogy kiprovokáljon egy ilyen primitív magatartást. Most ugye a szobor döntéseknek megvan a maguk pátosza, megvan a maguk hagyománya. És aki nem veszi tekintetbe azt, hogy a szobroknak van történelmi sorsuk, és ez a sors összefügg azzal, hogy mennyire fontosak, hogy mennyire ágyazódnak bele abba a kontextusba, amelyben aztán szimbólumokként hirtelen a sorsuknak kell megfelelniük. Gondoljuk a Sztálin szoborra. Tehát a budapesti Sztálin szobor ledöntése 56. október 23-án az a forradalom volt maga. És azt nem lehet arról, tehát ott az valódi akarat volt, valódi szenvedély volt, valódi tűz volt, valódi intenzitás volt. Abban kifejeződött, és nevezhetjük ezt pusztításnak, meg barbarizmusnak, de hát a forradalmak ilyenek. Most az, ami ezzel a kis porcelán szoborral, műtyűrrel történt, az nem forradalmi tett volt. Abban nem volt semmi pátosz, nem is lehet pátosz, egy méterre szólt előtt, abban semmi pátosz nincsen. Nincs tömeg, amelyik ott tombol és őrjöng és dühöng, mint ami adott esetben Amerikában a BLM-mel megtörtént. Én féltestelenség nem igazolni szeretném azt, és nem akarok állásfoglalni a BLM mozgalomnak az akció ügyében, hogy ez most a szabadság kifejeződése, vagy a barbarizmusé, vagy a hagyomány tisztelt hiánya, vagy valami más. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy Magyarországon, a magyar kontextusban, a magyar kulturális kontextusban ez a szobor semmi másra nem volt jó, csak arra, hogy Bajer Zsoltot és a Mi Hazánk mozgalmat nevetségessé tegye. És ezt el is érte. Most az egy más kérdés, de lehet meditálnunk, hogy ez helyes dolog-e, és hogy helyes dolog-e a kultúra része, hogy ilyen provokációkat hajt végre, de hát ugye ez,
ez úgynevezett public art művészet kifejezetten arra van kitalálva, hogy az utcán járókelőket szólítsa meg, és ingerelje őket valamiféle állásfoglalásra. Tehát én azt gondolom, hogy ezt, enélkül ezt ne, tehát én úgy gondolom, hogy ezt a dimenziót, ezt az, ennek az, ennek az iróniáját, azt, hogy ez milyen távol van tőlünk, mennyire nem a mi kultúránk, mennyire nem a mi problémáink, miközben egyébként a szimbólumok jelentősége az nagyon is fontos a mi kultúránkban. Tehát, azt akarom ezzel mondani, tehát, hogy szerintem Szalainak a munkája leginkább arra emlékeztet bennünk, legalábbis engem így fejtem meg, hogy legyünk eszünknél, amikor a szimbólumokkal politizálunk. Andris és Gyuri, egy picit még hagyjuk a hangsúlyt ezen a szobron, hogyha szabad így fogalmazni, mert szóval kiszolgálnunk senkit nem kell, de azt hiszem, hogy megérdemelnek azok több tucatnyian annyit, akik ebbe a témába csatlakoztak volna, vagy csatlakoznának be, és valahogy érdekes módon a Facebook közönsége az, aki látszólag ez iránt érdeklődik. Tehát megérdemeljük annyit, hogy egy picit még a tőlük származó felvetéseket, kéréseket ugye nektek szegezzem. Mondjuk az utolsó kettő. Kis Géza írja, hogy az a helyzet, hogy ha nem törik szét, akkor is a jelentés nyer, és így is az történt. Már pedig, hogy a jelentés nyer, és pláne, hogy ez volt a cél, írja ő. És egy másik beírás szerint, Regős János szerint, az a szobor egy csalétek. Persze. Csalétek. Megerősíti azt, amit Vényi András mond, teljesen egyetértek vele. A Kolokrónak vannak hasonló dolgokat, mi szobrai. És ez egy nagyon fontos dolog, mert lényegében ezt kell felfogni. Tehát nyilvánvaló, ugye, amiről beszéltünk, hogy ez a mai problematika, ez Magyarországon hát legalább annyira nem aktuális, mint annak ide egy apró termesztés volt az 50-es években. És ahogy abból nem lett termés, szerintem most se lesz termés. A roma problémát azt nem redukálnám egy ilyen rasszista narratívára. Ez egy mélyebb, komplexebb dolog. Persze. De ugyanakkor arra felhívja a figyelmet, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy miközben mint szentkoronázunk, a nyugat megint csak kacag. Mert egészen más, kacag meg sír persze. Szóval egészen más dolgok váltak aktuálissá a Lajtától nyugatra, mint itt, mert mi még mindig rágódunk, a nemzeten rágódunk, a traumáinkon nyalogatjuk, vagy tépkedjük a sebeinket, és így tovább. Miközben azt kell lássuk, hogy két hatalmas kategória tömeg mentén, vagy két kategória mozgósít milliókat, amelyek nálunk nem mozgósítanak jóformán senkit, az egyik a faj, a másik a nem. Tehát a szemünk előtt, már hogyha nyugatra vetjük a szemünket, látjuk, hogy ez a nemi dihotómia, amit ugye a magyar alkotmány olyan végtelen egyszerűen megold, hogy vannak férfiak és vannak nők, ez a nemi dihotómia a szemünk előtt esik szét. És azt látjuk, hogy a fajoknak az a fajta magától értetődő hierarchiája, ami ugye ezt az egész kolonializmust éltette, működtette, majd a posztkolonializmust tulajdonképpen lelkiismeret tudás mentesítette, ez is szétpattant. Egy nagyon rossz lelkiismeretű, fehér öntudat bontakozott ki nyugaton, szembe kell nézni a belgáknak az a sok vérrel, amit az ő királyuk kiontott azért, hogy Belgium olyan gazdag legyen, mint amilyen gazdag lett, és a királynak a szobra ugye annak már volt helye van, vagy a British Museum leggazdagabb szponzorának ugye a szobrát ugyancsak el kellett távolítani, mert kiderült a rabszolga kereskedelemből, szedte össze azt a hatalmas összeget, amit végül is a British Museumnak adományozott, és nem sorolom tovább. Tehát a szobrok futása, ami nyugaton zajlik, az ezzel a posztkolonista, antirasszista, rossz lelkismettel függ össze, ez egyik dolog, de, és ezért ez zseniális egyébként ez a kis szobrocska, amiről beszélünk, mert ez egyesíti ezt a két problematikát. Idehozza a magyar ugarra a nyugatnak a két nagy identitás politikai krízisét, a nemit és a fait. És ezt el kell ismerni, hogy ez egy nagy belemény és nagy tuhály. Az, hogy ezt nem érti meg se a szélső jobb, nem érti meg se a liberális közönség, azon nem kell csodálkozni, mert hát ez is Péter akció itt mindig is volt.
Vissza akkor a Zoom közönségéhez. Egyébként gyors népsorolvasás, nem is, de egy létszámjelentés. Végig 100 fölött van a rétszám. Az a Tomcsit kéne megkérdezni, kíváncsi lennék, hogy hogyan értékeli ezt a nem igazi identitás krízist. Oké. És akkor sokan a Facebookon, és itt is 40 fölött, és akkor a Bori jelentkezett, és volt még a Geri Bandának is egy feltett keze, ha még majd fenntartja, tegye föl, és akkor Bori, légy szíves, kapcsolj a mikrofont. Bori most beszél? Mert ki kéne, akkor most ki beszél? Most, ha már kérdezed, te akkor már én. Csak a Bori jelentkezett, és most ő jön, annak egy kis türelmet. Igen, csak nem a mikrofonját nem kapcsolta be. Bori? Akkor most hallatszom. Természetesen. Yeah, no. Szóval szokás szerint túlment a diskurzus azon, amihez én kapcsolódni akartam. Hát az egyik az az, hogy Andrásnak mondom, hogy még lehet, hogy te meg fogod érni, amikor 48 nem lesz olyan gyűjthetetlen érték. Én már, aki nagyon lelkes híve voltam Petőfinek, ma már kezdem úgy gondolni, hogy nem az a radikalizmus ma az adekvát és a fejlődés segítő, aminek annak idején lelkesen tapsoltam Petőfinél, akasszátok fel a királyokat, hanem a konszenzus kereső politika. A elmozdulást illeti, az én rövid életemben azt már megértem, hogy Kossuth után Széchenyi lett a minta. Valamikor a Kossuthot értékelte a hivatalos politika is, és hát a történelemtudományról persze kevesebbet tudok. De minden esetre ez lett sugallba súlykolva. Aztán később azt hiszem a történészek mozdították el a Széchenyi féle értékek felé. Úgyhogy még ki tudja, hogy mi fog isten kiderülni. És ami a Szent Koronát illeti, meg a koronás címet. De nekem nagyon rokonszenves az Áprilisnak a teljesen szuverén, vagy úgy érzem, hogy teljesen szuverén gondolkodása, és nagyon kíváncsian figyeltem, ő neki miért kedves koronás szimbólum, vagy jelképrendszer. Én a buta fiatalkoromban én csak azt éreztem, hogy a korona az a hierarchiát jelenti, a feudalizmust jelenti, a királyságot, melyet Petőfi meg akar dönteni, és a respublika ellentéte. De ma már kezdem sejteni, hogy a jobb oldal nem csak azért szereti a koronás címet, itt most nem az Ábrisról beszélek, mert éppen az a nagyszerű az Ábrisban, hogy nem sorolható be a gondolkodása se ide, se oda, ez nagyon jó. De közben azért azt is megtudtam, megtanultam, hogy a korona címer azért is vonzó, mert jelképe annak az államiságnak, amely évszázadokon keresztül magyar szupremációval, vagy társ szupremációval a kisebb, bár létszámban nem csekély nemzetiségek fölötti uralmat jelentette. Nagyon köszönjük. Lacit kérdezem, de írásban is kérdeztem, hogy a hagyományok szerint tudnál mesélni arról, hogy mi vár ránk, és akkor utána visszaadnánk zászlónak, vagy Jászló Gyanánt Gyurinak, illetve persze Andrásnak, mint házigazdának a szót. Trencsei Laci, kérlek, hogyha tudod, akkor kapcsolod a mikrofonot, és csak meséld el nekünk. Még valaki reflektáljon a Borira, mert nem akarok hamis adatokat mondani.
Okay. Tehát még egy hozzászólót Gábor szólíts meg, és akkor mondom a naptárt. Jó, rendben van. Bori, és köszönjük szépen, hogy azóta meg is világítottad magadat, mert először a hangod, aztán te magad is kicsit ködbevésztél, de most már látunk is. András, Gyuri, a Bori által elmondottakra? Én nem akarnék reflektálni. Egyetértek. Hát én tovább is azt mondom, hogy nem ugyanarról beszélünk. De nekem az az érzésem, hogy nem az a kérdés, nem az a kérdés, hogy most van Petőfinek az akasztáltak föl a királyokat mondata, az most egy nem konszenzus kereső mondat, és ezért őt nem lehet ma már. Ezen az alapon soha nem volt konszenzusos figurája a magyar. Akasztáltak föl a királyokat, ez egy nagyon radikális forradalmi pillanatban hangzik el, és utána még 50-80-100 évig óriási Petőfi kultusz van az országban, és föl sem merül az, hogy királyokat akasztal. Nem, Petőfinek nem az a... Tehát amikor Petőfi szimbólum, akkor szimbólum. Ez nem az, pont azt jelenti, hogy nem egy tagolt, differenciáltan értékelendő történelmi fenoménről beszélünk, hanem egy szimbólumról. És a szimbólum olyan, mint a zöld nyakba akasztható sál. Nincs értelme. Tehát azt a sálat is szétszedhetjük, szétszázhatjuk, nem tudom én, elemezhetjük a színeit, meg a nem tudom én, de hát nem ettől érdekes, hanem attól érdekes, hogy úgy működik, mint egy ilyen összekötő kapocs. És nincs, én nem tudok, tehát én őszintén megmondom nektek, én nagyon-nagyon csalódnék, hogy mondjam, hülye mondat ez, hogy csalódnék, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy valaha Petőfit ki lehet a magyar népvilágból írni. Nem tudom elképzelni. És ha ezt meg lehet csinálni, akkor tényleg reménytelen a sors. Tehát pont, ha valaki, ugye vannak ilyen pozitív figurái, és vannak ilyen pozitív figuráink mind a mai napig, és legyenek is ilyen. Tehát a Szent István is egy ilyen figura, a Kossuth és a Széchenyi közötti konfliktus. Hát persze, de hát akkor is azt szoktuk mondani, hogy a magyar aranykor az a reformkor volt. És a reformkor benne volt Széchenyi is, és benne volt Kossuth is, és benne volt a politikai radikalizmus is, benne volt, meg a kiegyezéssel való hajlam is benne volt. És mindenféle dolog, és ettől még szimbólumként tökéletesen meg tud felelni annak a nemzeti konszenzusnak, amire szükségünk van. És szerintem ekként működik is, működhetne is, ha egyrészt, hogyha a politikai másik oldal, ellenoldal egy kicsit aktívabb lenne a szimbolikus politizálásban, és annak ellenére, hogy a jobb oldal ezt megpróbálja a maga szélére kisajátítani. A Kis Géza nem csak minőséget, hanem mennyiséget is produkál a Facebookon. Akartok-e arra reagálni, ami hát nekem nagyon tetszik, az ő beírásáról van szó. Dózsa Kín halála helyett Verbőci példás statuál? Nem, én ezt nem tartom relevánsnak. Ez nem. Én teljesen egyetértek azzal, amit Rényi András mondott. Ha igazán emblematikus kort akarunk, példakort akarunk a magyar történelmből, ami nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is iránymutat, az a reformkor. A reformkor az ilyen értelmevéve egy olyan aranykora volt a magyar történelmnek, mint Athéni, az ókori görög történelemben. Szóval az volt a magyarságnak a fénykora, és érdemes volna, igen, visszanyúlni, és ezeket a szerzőket olvasni és kultiválni. Mert abban az Ábrisnak teljesen igaza van, hogy jövő csak múltból lehet építeni, de valószínűleg nem az aranybulla meg a vérszerződés az a múlt, amiből a jövőt kell építeni, hanem a ötvös, a Kossuth, a Széchenyi, a Treffort is, meg sorolhatnám az összes többit. Én már most nagyon, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokan ültünk össze, mert tényleg sokan ültünk össze, és ezt most már unásul nem tudom ismét felkezdeni, hogy ezen a két platformon vagy formon ilyen sokan vagyunk, a megszokotthoz átlaghoz képest, és szeretném, hogy ez a továbbiakban is így lenne. Trencsényi Lacit kérném meg szépen, hogy akkor ennek a sok embernek mondja el, Laci másodperc, azt, hogy a terveink szerint, mert elég sűrű programunk van még így a tavaszra, mivel tudjuk még ugye idegonzani a további tömegeket, Laci. Mai beszélgetésekkel elégedetteknek és elégedetleneknek is azt szeretném jelezni, hogy az a
struktúra, az a szerkezet, amit ugye a Berger Évára nézek, akkor nekem mindig zenei metafora jut eszembe, amit fuga szerkezetnek neveztünk az Eleven emlékmű beszélgetésének sorozatában. Az az érdekes zenei pillanat volt, amikor két téma teljesen összecsengett, hiszen folytattuk az április által megkezdett Eleven nemzetkép gondolatot, amit néhány héttel ezelőtt már, hogy mondjam, erőteljesen belekezdtünk, és folytattuk az történelmi emlékezet, a kollektív emlékezet objektivációiról szóló beszélgetést is. Ennek megfelelően hasonló harmóniák vagy diszharmóniák várhatók a következő időkben. Április 22-én visszatérünk a tulajdonképpen a nyitány vezérmotívumához, az Eleven tárgyak sorozat fog folytatódni, amelyiknek aztán majd lesz május 27-én is még egy programja, tehát kétszer két társunk fog tárgyhoz, saját tárgyához, személyes emlékeihez kötődő a Eleven személyképéhevel hozzájárulni az Eleven nemzetképhez, tehát jövő héten az Eleven tárgyak második folyamának első kiadása következik, majd május 13-án minden reményünk arról szól, hogy az előválasztások ügyében megindult beszélgetések kérdését folytassuk. A legfrissebb hír, hogy Lakner Zoli, a tervezett beszélgetőtárs gyógyulófélben van, tehát minden reményünk megvan, hogy május 13-án Gagóczi Péterrel fognak ketten arról a kérdésről beszélni, hogy az előválasztásokat vajon meg tudja-e bárki is, és itt sok mindenkire lehet gondolni, meg tudja-e hekkelni, vagy pedig tényleg olyan komoly eredményeket fog hozni, amelyik meghatározó lehet a jövő tavaszra. Annyit hozzáfűznék, hogy a nyári terveink között szerepel, hogy az előválasztások és a választások kérdéseivel foglalkozzunk, de fogást keresünk ezen a témán, nem akarunk rosszkor és rosszul beavatkozni a választási kampányba, avval az objektivitásra törő magatartásunkkal, amikor a idézőjelben mondom, mert hiszen többen vagyunk, és mindenkinek megvan a maga ellenzék képe is, nem akarunk a magunkéva iránti kritikával úgy ártani nekik, hogy az káros legyen. Ötleteket várunk, tanácsokat, hogy a nyári szezonban a választások ügyével és az őszi szezonban a választások ügyével milyen témával és milyen beszélgető társakkal folytassuk a témákat, de minden esetre május 20-ára a liberalizmus vita folytatódik, áprilist újabb kihívó éri, vagy április hívta ki, ez majd kiderül, Tóth Tamás fiatal pedagógiai kutató, a Wesley tanára, aki a harcosan és karcosan antiliberális nézeteket fogalmazott meg írásaiban. A két ifjú oroszlánt szeretnénk ebbe az arénában összeereszteni, úgyhogy remélem, hogy nagyon izgalmas párbaj lesz ebből. Remélem, Ábrista az oroszlánnal nem bántottam meg. És nem, sőt, hízelgő, köszönöm. Jó, és június 3-án pedig biztos többen olvastátok a Népszavában Fenyő Györgynek a választási kommunikációs etiketről szóló hosszú és jelentős írását. Erről az ellenzék választási kommunikációjának etikájáról és nyelvi sajátosságairól, normáiról Fenyő Gyurival és valamelyik szociolingvistával
folytatnánk a beszélgetést. Tehát június 3-áig fixek a programjaink, most megy ez majd hírlevélben, meg plakáton kint van a Szabadság téren minden alkalommal, de azért újra összefoglalom. Tehát április 22-én eleven tárgyak, második év folyam első kötet, május 13-án meghekkelhető-e az előválasztás Lacknerrel és Galgócival, május 20-án liberalizmus versus antiliberalizmus Tóth Tamással és Béndek Ábrissal, május 27-én eleven tárgyak második folyam második kötet, és június 3-án az ellenzék kommunikációs etikettje. Azt hiszem, hogy gazdag program, mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki még mindig szeretne a ferencvárosi mini emlékműről továbbra is beszélgetni, vagy a szobor döntésekről van meg a maga karakteres álláspontja. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy április 16-án a Holokauszt Dokumentációs Központ nyit online kiállítást a Holokauszt évfordulón. Kérték az eleven emlékmű körül megszólaló közösségeket, hogy szolgáltassunk dokumentumokat. Ennek a kérésnek eleget tettünk. Visszaigazolták a szervezők, hogy valamit ebből a dokumentációból tükröztetni fognak. Tehát április 16-án, ami itt van ugye már órákon belül, érdemes a Holokauszt Dokumentációs Központ honlapját megnézni, és ott megtalálni kedves vagy mérges portréinkat, főleg a szabadságtéri Lápilidérc körül. Gazdag a program. Bírjuk. Köszönjük szépen, Laci, akkor Andrisnak adnám meg a... hát szóval búcsúzkodni, mennyire szeretsz, vagy inkább zárszó? Rád van bízva. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy ugye itt menet közben vettem észre, hogy velünk egy időben este 7-kor a Hegyvidéki Momentum egy kerekasztal beszélgetést szervezett a Turul múltja, jelene és jövője címmel. A résztvevők között pedig ott szerepel az a György Péter, akit a Gyuri az elején hiányolt, mint a mi beszélgetésünk lehetséges partnerét. És egyébként Ungvári Krisztián szintén, meg Ács Dani, aki a filmet rendezte, ők a vendégei a Momentumnak. De ez velünk párhuzamosan zajlik, lehet, hogy azért nem vagyunk 200-an, mert a másik fele az oda ment arra a rendezvényre. Hát nem vagyunk összehangolva sajnos mindenkivel, akit hasonló dolgok érdekelnek, mint bennünket. Engem például nagyon érdekelt volna, hogy ez a beszélgetés mi hangzik el, és ahhoz képest, amit mi mondtunk, az, hogy hogyan viszonyult. De hát nem versenyzünk, és hála Istennek ez csak azt mutatja, hogy a téma, amivel foglalkozunk, az nagyon is benne van a levegőben, és nagyon is érdekli a polgárokat, érdekli az embereket. És én azt gondolom, hogy ez a mai beszélgetés engem legalábbis kifejezetten fölspannolt, tehát érdekes volt, izgalmas volt. Nagyon meg szeretném köszönni Cseperi Gyurinak, hogy eljött, és tényleg nagyon sok eredeti dolgot, ezt a mozgóvilágos cikket azon elő fogom venni, mert ez nekem még nem volt meg. Mert kifejezetten érdekel, hogy részletesen hogyan érvelsz az akció mellett. De hát azt hiszem valamennyien, akik itt voltunk, kitartottunk 2 óra hosszat, tehát azért nem szivárgott a közönségünk, ahogy egy gyengébb beszélgetésnél, vagy egy érdekelen beszélgetésnél történt volna, és én ezt egy pozitív jelnek gondolom, hogy valóban érdekes témát találtunk, és érdekes vendégünk volt. Illetve hát Ávrisnak is köszönöm, amiért itt megszólalt az új generációt. Fájdalmasan hiányzik közülünk, hiányoznak a fiatalok közülünk. Kifejezetten üdítő dolog, hogy itt vagy közöttünk. Jó, hát ha nincsen egyéb, akkor én, ugye Laci elmesélt a jövendő programokat, én megköszönöm mindenkinek a figyelmét még egyszer,
továbbra is vagyunk, továbbra is létezünk, a háló megtaláltok, a programjaink vannak, továbbra is mindenkit szeretettel várunk a jövőben. És az ügyek, amikről beszélünk, azok tartósak, nem kell attól félnünk, hogy kifogyunk a témákból. Jó, köszönöm szépen, akkor szervusztok. Mindenkinek Isten áldjon, neked szervusztok. Oké. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Köszönöm a meghívást! Köszönjük, hogy itt voltál!